Nos, szép estét! Boldog új évet! Új év első stream, második első stream. Legalábbis remélem, hogy most már megy minden. Úgy láttam, hogy most már igen. Most nekem a YouTube azt mondja, hogy igen. Na, elvileg akkor most már tényleg működünk. Elvileg zöld minden. Most elvileg karácsonyfa látható a képen. Hang is megy, szuper, na akkor át is váltunk a történetre. Na, tehát egy kicsit ugye nem sikerült a múltkori, mert hogy én azt hittem, hogy élőadásban vagyok, és 3 órán keresztül úgy gondoltam, hogy ez így van, inkább 4. De hát mindegy, ez van. Ez történt, előfordul, úgyhogy most rémileg egy ismétlés ez, de hát nekem ismétlés, akinek nézi, annak meg új. Egyébként úgyse teljesen ugyanaz lesz, mert részben jó volt a tegnapi, részben nem. Na, a terv az, hogy most előkapkodnám azokat a dolgokat, amiket karácsonykor zsákmányoltam. Azok voltak ugye leakciózva, és közöttük volt egy-kettő olyan gyöngyszem, amivel már régen, nagyon-nagyon régen. Hát nem azt mondom, hogy vártam, tehát nem azt mondom, hogy álmaim játéka, de akkor a marhasságok leginkább, csak legtöbb esetben, ami... ja igen, bocsánat, de valakit megvárakoztattam, nem tényleg, hát szóval olyan szövegek voltak itt gyakorlatilag, amik beleillettek a streamembe, tehát azt hittem arra reakció. Nem tudom, annyira figyeltem, hogy valami története legyen az egész streamnek, hogy nem tudtam már se koncentrálni, ez az én hülyeségem. Na, tehát... hát igen, ez az Ultimate Epic Battle Simulator, tehát nem azt mondom, hogy ilyen rettentően néz, de ezek olyanok, ami olyan jó, ha van, mert akkor a marhaság, hogy gyakorlatilag érdemes megnézni. És az Ultimate Epic Simulator ugye most így a karácsonyi akció keretén belül ugye ilyen filléres tételbe hozzávágtak az emberhez. És hát ezt muszáj. Tehát ezt meg kell osztanom a világgal, mert az egy remek mű a maga nemében. Ugye vannak az emberiségben ilyen örök kérdések, tehát hogy mi az élet értelme, mi a stb. Miért vagyunk itt, stb. Ez is egy ilyen rettenetes komoly kérdésekre adhat választ, hogyha kellően elrugaszkodunk, egy kicsit tudunk hülyék lenni, akkor ez egy nagyon fontos égköve a játékiparnak, mert ugye vannak azok a kérdések, hogy mi lenne, ha. És az Ultimate Epic Battle Simulator az gyakorlatilag egy olyan buta szimulátor, vagy hát olyan elborult elmélyű szimulátor, ahol mindenféle emberkéket tudunk egymásnak ereszteni. Megnézzük, hogy mondjuk például, vegyünk egy klasszikusat, tehát ezért vegyük a klasszikusabb eseteket első körbe, indítsuk valami szelidebbel, ami még úgy egy picit úgy hihető is, hogy tényleg kíváncsiak vagyunk rá, tehát mondjuk mit tudom én, le tudná győzni mondjuk, maradjunk a középkornál, maradjunk az ókornál, mondjuk a csak görögöknél, hogy mit kezdene mondjuk 100 római harcos, mondjuk 100, ki legyen mondjuk, nem medével megy, mert mindig ősi görög, mondjuk egy tudom, 252 spártai teresztünk össze 250 római katonával, nézzük meg vajon mi történik, tulajdonképpen erről szól a dolog, nagyon egyszerre lebutítva, hogy megfelelően vad fantáziával bírva bizonyos egységeket eresztünk egymásnak gyakorlatilag, és ezt mindezt élőbe lekövethetjük, hogy mi lesz. Egyébként nem mai a dolog, tehát azért mondom, hogy
úgymond vártam rá, tehát ez mondjuk az erős túlzás, hogy vártam rá, de tehát láttam más streamernél már ilyen elmeborulást, és a terve volt, hogy egyszer beszerzem, csak hát ugye azért ezért komoly pénzeket az ember nem ad, tehát vagyok be összintén azért ezért nem, nem ezért fogok a pénztárcámba nyúlni komolyan, hogy ilyet kipróbáljam, de ha már nagyon akciós, akkor viszont az a kategória, ami nem maradhat ki. Gyakorlatilag, tehát adott az adag rómaink, adott az adag svártai emberünk, és meglátjuk mi lesz. Nem mondom, hogy olyan rettentően tökéletesen kidolgozott módszere, de szépen egymásnak esnek. És akkor hát elég esélytelen a kedves római katonáink. Na mindegy, tehát ugye ezeket így egy ki lehet próbálni. Egy oldalról küzdelem, ahogy elnézem. Ennél azért egy picit jobbra számítottam a rómaiaktól. Hát ugye nagyjából ugye ez tudja, és a végén ugye megmondja, hogy ki hányat mészárolt le, mennyi volt az eredmény, és ki nyert. De akkor ugye ez eddig megvolnánk, tehát az elég egyoldalú esélytelen harc volt. Én egy darabot nem tudok be mészárolni a rómaiak, na mindegy. De nézzük meg érdekesebbeket. Tehát mondjuk ugye jön egy kicsit tudományos, fantasztikusabb variáció, hogy akkor mondjuk hogy boldogulnának, mondjuk, második világháborús katonával a spártaiak, mert ez egy érdekes kérdés lehet. Bizony azt összefüggésben mondjuk vegyünk, mondjuk mit tudom én, 25, igen, időközben, szuper, legyen mondjuk 25 második világháborús katona, 10-szeres túlerője megoldja-e a problémát. Fölsorakoztak a népek támadó pozícióba. A német haderő. Na lássuk, mi történt. Nagyon elszántan szaladnak. Hát itt azért megint csak egy oda küzdelem lesz. Megoldották. Na de, emeljük a tétet. Nézzük meg mondjuk. Kicsit komolyabb tűzerővel, majd géppuskásokkal nézzük meg. Kicsit emeljünk a számokon. Nagyon kicsit látványosabb a dolog. Most mit kezdene 10 000 spártai? Mondjuk. Legyen 50. Gépuskás. A tekintélyesebb haderő. Mivel egy kicsit közelre kerültek. Na mindegy, ha nézzük meg mi lesz. Kicsit egyenlőbbek az esélyek. Na de azért a túlerő az túlerő. Tehát azért... Ez azért... Igaz, hogy 286-ot azért nem is szeretek, de azért kevés. Na de... Ugye köztudott általános érvényű vicc ugye az internet körökbe. Mondjuk nézzük meg, mi vagy, ha beszállt Chuck Norris, mert ugye megtehetjük. Az általános érvényű kérdés, hogy mi történik, ha beszáll mondjuk Chuck Norris. Tegyünk meg egy Chuck Norris-t. Vajon elbírnak-e egyetlen Chuck Norris-szal a spártaiak? Ez már nem olyan biztos.
megnéz, elszánt védekező csak van össze a sivatag közepén. Mindenre készen áll. Lássuk. Elég jól állja. Elég jól állja a küzdelme. De ugye így sincs nagyon esély, de nézzük meg, mert ugye lehet még ilyen mókásokat is csinálni a játékban. Rásegítünk egy kis atombombával küzdelemre. Megnézzük, hogy Chuck Norris túlél. De hát Chuck Norris túléli az atombombát, tehát el se segített. És akkor jönnek az izgalmasabb kérdések, hogy mi van, ha Chuck Norris szembe kerül egy 10.000 Mikulással, akkor mi történne valójában? Ez is egy olyan kérdés, ami ugye foglalkoztathat minket tulajdonképpen. Hát azon túl, hogy ősrobbanás, meg nem tudom, mi van az életen túl. De mondjuk még jó, le is legyen 10.000 Mikulás, ma sokáig tartna, mondjuk 500 Mikulás, nem, legyen 1000 Mikulás. 1000 Mikulást mennyi idő alatt old meg Chuck Norrisunk? Az évtized küzdelme. A vérszomjas Mikulások. Vérszomjas Mikulások egyik oldalon. Csak na, ez középen, na lássuk. Mi jön ki ebből? Nagyon jönnek, nagyon, nagyon elszánt a banda. Na de vajon? Hát az a baj, nagyon kevesek Chuck Norris ellen, az a baj. Hát hiába epik a küzdelem, de esélyük sincs gyakorlatilag. Még jó, hogy korhatárosra tettem gyakorlatilag. Igen, igen. Hát így, de mondom, ezek érdekes kérdések. Tehát azért foglalkoztathat minket a gondolat, hogy vajon mi lenne. Mi lenne, hogy megjelenne 10.000 Mikulás, hogy annyi most nincs, de csak 700. Illetve úgy az általános érvényű, ha már aktualitásnál tartunk, az ez is egy nagyon fontos kérdés. Hát itt igen, itt egyértelmű lesz az eredmény megint. Ugye ismert az általános kérdés, hogy a rohamosztogosok nem találnak el senkit. Na de, hogyha mondjuk, mit tudom, egy csapat rohamosztogosa hirtelen rátámad 1000 Mikulást, vajon megoldják a szituációt? Nem egyértelmű. Mindjárt megnézzük. Fordítunk mindjárt a helyzetet, mert dobunk egy kis atomot. Ne szenvedjen annyi Chuck Norris, úgyis nyert volna. Tehát ugye az köztudott a tény, hogy azt szokták szegény rohamosztogosokat azzal bántják, hogy soha nem találnak el senkit. Na nézzük meg, hogy valóban így van-e. Mit tudom én, legyen. Elméletileg azt mondanánk, hogy mondjuk egy mennyi legyen, mennyi van egy szakasz bajra. A szakasz rohamosztogos mondjuk legyen. Mit tudom én. Hát 1000 Mikulásra mondjuk azért. Jó, és jusson 100 rohamosztogos. Tízszeres túlerő, bár az már egy kicsit azért rá, hogy a Mikulások javára bírant a mérleget. Vagy fordítva. És itt tegyük távolabb őket. Legyen némi tűzharc. És ott tegyük őket a városba. Legyen egy életszagú szituáció. A rohamosztok megszálltak egy középkorú várost, amit váratlanul bekerítenek a Mikulásokat. Ez teljesen életszagú szituáció. Mondjuk, ami történik. És a játék nagyon hangulatos, mert alá teszi megfelelő szövegkel egy hangulatú zenét. A vérszomjas Mikulások.
Lázadó tömeghang. Nagyon durván sokan vannak. Gyanútlan rohamosztagosok középen. Ha megtalálnak itt. Nagyon rá vannak készülve. Na lássuk. Mennyire életképesek városi környezetben. Ott már jönnek. Szegény rohamosztagosok várják a karácsonyi ajándékot, de még nem sejtik, mi vár rájuk. A lesből támadó Mikulások mindjárt megjelenek. Na de, vajon eredményes-e a védekezés? Hát nem tudom. Egyértelmű, mindjárt megbontják az alakzatot. Hát, szegény rohamosztagosokra nem adok sok esélyt. Hopp, E2-en már rád, ajjajjaj, váborulnak meg. Iszonyatos a túlerő csokolom. Ott a sok meg ott van a... Ott van az utánpótlás. Hát nem. Győztek a Mikulások. Tehát a tanulság... Soha ne fogadjunk fel rohamosztagost, 1000 Mikulás ellen, mert rajta vesztünk, tehát erre nagyon figyeljünk. Hát vannak ott ilyenek, nem tudom még mi van, ami érdekes lehet. Van Batmanünk. Nem tudom, Batmannek ki lenne az ideális ellenfele. Gonosz karakter, zombik. Pár ezer zombi, pár ezer Mikulás ellen. Akár még, de egyébként elvihetjük nagyon beteg irányba is, ha még nem volt ez elegendő. Hát ugye el lehet vinni ilyen bútor darabok is például. Ja, 10 000, bocsánat, 10 000 Mikulás volt, igen. 10 000 Mikulás volt, igen, ezt nem oldották meg rohamosztagosaink. Jó, nem volt távolság, zárt volt a tér, az mondjuk tény. Adhatunk nekik még egy esélyt, egy sima terepen. Nem városi pályán. Oma, hát tengerpart. A legjobb, kapjanak még egy esélyt. Akkor mondjuk már csak zombira él, mondjuk legyen akkor. Legyen 10 000 zombi. 10 000 zombi partra szállt című filmet leforgatjuk. És hogy nagyjából egyenlők legyenek az esélyek, mondjuk a túlzás, hogy nagyjából egyenlőek, de akkor legyen 1000, mondjuk 4 csoportban. És kapjanak egy kis magaslat érvényt, hát az segít. Segít rajtuk. Egy ilyen napfelkeltés időszakban. Igen, azért eltaláltak valamit, de az még mindig biztonságosabb volt a Mikulások oldala, mint a rohamosztagosoké. Ja nem, vörös kabátosokat tettem be, bocsánat, azok kik. Ja, a francia vörös kabátosak. Hát ezt is megnézhetjük végül is. Ez is egy érdekes összecsapás lett volna. Napóleon katonai véletlenül összetalálkoznak. Zombikkal így az Omaha Beach-en. Esetleg. Kicsit máshogy alakul a D-nap.
Ez még egy érdekes küzdelem is lehet akár. Bár egy picit túl gyorsan lőnek a vörös kabátosok, azt kell mondjam. Értem, nem, bocsánat, rosszul mondom, a vörös kabátosok, akkor a függetlenségedben hívták az angolokat. Félre beszélek. Hoppá! Mert a pályát a sajátossága, hogy itt történnek dolgok, tehát ilyen kanyarokban ilyen kövekesnek. Itt ugye néha robban valami. Nem érzünk egyet, hogy milyen gyorsan lő, vagy nem csalnak-e. Vörös kabátosaink. Hát ezt így nem tudom kiszűrni. Nem, hogy barátunk milyen gyorsan lő. Jó, hát a nem tölt újra, attól vonatkoztassunk el. Hát a fene se tudja. Oh-oh. Nagyon jönnek. Nagyon jönnek, kopogtatnak. Eddig még jó. Eddig még nincs áldozat azon az oldalon. De mindjárt lesz baj azért, ott már azért elérték őket. Már tudott egyet csapni, majdnem tudott egyet csapni. Hát igen, a zombi az lassú, de egyszer odaér, akkor baj lesz. Hát nem egyértelmű, azért azt kell mondjam, a küzdelem. Kimenetele. Itt már komoly bajok vannak. Tehát annyiból mindenképpen jó a film, hogy ilyen Z-kategóriás akciófilmeket megspórolhatunk vele. Hát annál izgalmasabb, hogy összeklikkelhetünk relatíve gyorsan. Hát itt baj lesz. Itt szerintem már baj lesz. Igen, itt ezeket szó szerint megették, ezt a szárnyat. Itt van nincsen senki. Ezeket itt már megették. Na, itt még kitartanak. Ja, mert itt van egy kis barikádjuk. Aha, épül a fal, jó van. Nem mondom, hogy túlélik, de itt még egy picit jobb a helyzet. Ó, hát itt már teljesen nem jó helyzet. Itt meg már hűt helyük. Az utolsó emberek is elhullanak. Hát igen, most lesz baj. Nagyon-nagyon küzdenek a srácok. Hopp, itt elcsaptunk majdnem romantikus jelenetbe. Ups, nem. Hát majdnem a felét. Hopp, itt egy kicsit besegít a tűzösségi tűz. Majdnem a fele meg volt. De hát azért 10.000 zombi, az 10.000 zombi, de azért 3658-at sikerült megpusztítaniuk, a maradékot azt a pálya intézte el. Na, tehát ez a Ultimate Epic Battle Simulator, ami mondom az élet nagy kérdéseit boncolgatja valamilyen szinten. Persze természetesen van hozzá kellő affinitásunk. Ugye ezt mutattam meg tegnap is elsőre, magamnak. Nagyjából nem pont ugyan a leosztásban, nagyjából ilyesmi volt. És akkor jön egy picit komolyabb, de csak egy picit komolyabb, mert a másik ilyen gyöngyszem, amit sikerült beszerválni, az a 1000 nap a szabadulásra. Egy nagyon sejtelmes című, amiben az emberiséget mentjük meg, mert hát miért nem mentenénk meg az emberiséget? Nem biztos, hogy megérdemli, de hát próbáljuk meg.
ami egy nagyon jó pofa kis dolog, amit láttam valakinél régen, és szintén az a kategória, hogy úgy komolyabb pénzeket azért nem adnék erre, de vitathatatlanul nagyon érdekesen közelítették meg a kérdést a készítők. Alapvetően nincs mélysége, nem kell megijedni. A lényeg annyi, hogy van 7 milliárd emberünk, akiket 1000 nap alatt valahol el kéne sulasztani így a galaxis minden irányába, tehát új otthont kéne keresnünk. Ezek a menete roppant egyszerű, kipécézzünk egy kis bolygót, amit egyébként a pálya mindig random generál le. Oda küldünk egy kis szondát, amit idővel majd fejleszgethetünk, meg tankoljuk némileg, nem olyan szofisztikált módon, tehát csak így lökkintünk bele némi kerozint, rácsukjuk a fedet, és az úgy hadd szaladjon. Amikor megvan a bolygó, tehát ugye kitaláltuk, hogy ez mit tud ez a bolygó, akkor elkezdhetünk áttelepíteni embereket. A lelkes önként jelentkezőket áttelepítünk. Hát ezt kell időre minél gyorsabban megcsinálni. Találhatunk ugye olyan bolygót, ami lakható van, ami egy kicsit lakhatóvá tehető van, olyan, ami nem lakható van, ami idegeneké, és ráadásul ellenséges idegeneké. Vannak olyan idegenek, akikkel még egy kicsit ledílelhetünk valamit, hogy jó rendben van, akkor ugyan mi még itt meghúznánk magunkat egy picit. És akkor minden egyes lépésért kapunk ilyen tudományos pontot, és azért fejleszgethetünk, ahol ilyen komolyabb, egyre komolyabb cuccokkal tudunk még jobb körülményeket teremteni. Na hát például ide, ugye el tudunk sugasztani 600, nem, 300 millió embert, ez nem olyan sok, de nem is kevés. Egyetlen baj, hogy 150 fok van, amit egy kicsit tudunk ilyen hőmérséklet javítunk is kütyűvel, bedobáljuk, hogy jó esetben ezt még itt kompenzáljuk, és akkor mehet az emberiség egy kicsiny darabja vagy szelete. Megtankoljuk a megfelelő időben, és akkor ezeket így nemes egyszerűsége sószóró jelleggel beleszórunk 300 millió embert. Nem túl precízen, kicsit lehet több, ha befér. Jó, fedelet le kell csukni, mert különben kudarcot vall a küldetés, az nagyon fontos. És ha gyakorlatilag, ha teljesen betelepítjük, ugye azért is kapunk komolyabb tapasztalati pontot, ha csak végigmenni azért is, és ugye azon kell drukkolni az elején, akkor ez egy kicsit sok lett. Túl lötyintettük. Na ide például kell egy kis víz, meg volt, meg kell egy kis flóra, fauna. De viszont, ha már megteremtettük az életfeltételeket, ja, meg 400 millió embert itt beleszórunk, annyit nem fogunk tudni beleszórni, de ha már ugye megteremtették ott a nagyjából a feltételeket az élet, az akkor a következő turnusnak már nem kell ilyen kütyüket odavinni, akkor az már ott megvan. Itt a kis zászlócska jelzi, hogy ez van olyan is, hogy oda telepítjük és rögtön ellenségesek lesznek, az is vicces. Ez is egy tipikusan ilyen kis emberi. Na, itt rossz a gravitáció, ezt még fel tudjuk tuningolni. 8-as gravitáció kell. És akkor hát, hogyha kifogytunk ilyen dolgokból, akkor ugye vehetünk, de ugye ha nincs, akkor ugye be kell gyűjteni a tudományos pontjainkat. És akkor úgy kell megvenni a flóra faunát, abból veszünk kettőt rögtön, miért ne. Oké, meg folyékony víz. Úgy is mennyit tudunk ide? 200 nagyon már, na mindegy. Ez csak úgy módjával. Hopp, ja nem félnek már be. Na mindegy. Ez két turnusos lesz. Ja, nem tettem belőle üzemanyag. Gyerekek, vissza. Állj vissza az egész. Nincs üzemanyagunk. Anélkül nem tudunk oda menni. Még egy kicsit ki kell lapátolni innen. Ez már jó. Jó, nem lehet is.
Igen, tehát nincs túl bonyolítva, tehát nem izzadunk meg az agytornába. Itt ugye ez már elő van készítve, tehát ide még kell pár millió ember, pár száz milliót még el tudunk sugasztani. Nem sokat. Ja, de elég sokat, 200, 300, majdnem 320 milliót oda küldhetünk. És ugye random generál, tehát nem biztos, hogy úgy sorsolja ki a gép, hogy össze tudjuk hozni. Tehát így folyamatosan többször neki kell futni, és akkor utóbb valamelyik jó lesz. Én mondom, egyszerűbb, úgy gondolom, hogy most egyszerűbb lenne, vagy jobb lenne felderíteni, mert ez a túl kicsi bolygók, úgyhogy veszünk még egy-két szondát. Némi üzemanyagot. És megnézzük ezeket, ez elég nagynak tűnik. És akkor néha nyerhetünk időt, tehát hogyha megtalálunk valamilyen artifaktet, valami érdekességet, akkor ott esetleg ugye nyerünk napot, eldönthetjük, hogy napot nyerünk, technológiát akarunk nyerni, vagy mégis mit. Hopp, ez sok lesz. Azért drága az üzemanyag, azért nem szabad keveset tölteni, akkor meg van, jártam már úgy, hogy nem tudja feltérképezni. Na, kettőt föltörképeztünk, tesztár, 300 millió, hát minden jobb, mint az előzők. Csak a hőmérséklet nem jó. Azt meg tudjuk orvosolni. És hát a végén nyilván pontoz minket a játék. Hogy hány ember tudott megmenekülni. Ezt majdnem föltöltjük elsőre. Na ez mit tudja? Yumiko, az 300 millió. Lehet olyan, hogy majd nem fogjuk tudni megoldani a... Hát ugye az a baj, itt se növényvilág, se állatvilág. Na és akkor itt van, igen, vagy tudományos pontot kérünk, vagy gravitációgenerátort, vagy hőmérséklet korrekciót. Hát ez tök változó, ez nem lehetünk okosak, mert attól függ, hogy mit találunk. És jobb lehet volna előbb föltalál, vagy meg felfedezni olyat. Azt hiszem, hőmérsékletben még jó 143-ig. Igen, az múltkor ugye a gravitációgenerátor volt meg kevés. 150 fokig jó. És találtunk idegen bolygót, most találtunk például idegen bolygót. Nem, valamit találtunk, valami civilizációs nyomatok, eladhatjuk idegeneknek, akkor kapunk pontot, viszont fogynak a napjaink, vagy kérünk napot, vagy tudományos pontot kérünk. Jó, akkor ezekkel hőmérséklet, arra még jó vagyok. Egy gravitációgenerátor. Oké, és hát így már azért nem sokan férnek be. 180, így már csak módjával tudunk elvinni 130 millió ember. Ugye a stratégia inkább az a jó talán, hogyha azon a földerítünk, csak közben haladni is kell, mert ha csak földerítünk, azért nem kapunk pontot. Tehát előbb-utóbb kifogyunk az erőforrásból. Önmagában a felderítésre ugye keveset ad. És van egy olyan sáv, odáig még sose jutottam el, amikor már elég messze vannak a dolgok.
Tehát már mindenképpen kell hajtómű, vagy valami egyéb. Egyéb nyalánkság, hogy egyáltalán eljussunk oda. Ugye az űrhajó is fejlődik, már hogy a rakéta is fejlődik. Azt hiszem múltkor azért 5 milliárdot arrébb raktam, már hogy csak 3 milliárdan maradtunk itt a pusztulásba. Ez 107, de vagy ez kicsi. Igen, trükkös, mert ugye nem mindig ugyan, tehát nem mindig áll arányban a bolygó látható mérete a kapacitással. Jerikor a 400 millió. Ha-ha. Nincs atmoszféra, megoldjuk emberek, megoldjuk. Most már van. Ja, viszont ellenséges populáció van ott. Ó, ja igen, ez az, amikor sajnos nem. Ott vannak az idegenek. Akkor ezt ciki, ezt bebuktuk. Hát akkor nézzünk egy másik bolygót. Azt kidobáljuk onnan. És akkor nézzünk egy másikat. Hát ha az már foglalt, akkor nézzünk másik bolygót magunknak. Most ugye gyors, tehát ugye 680 másodpercünk, vagy napunk van, ami nagyjából ebben a tempóban olyan 2 másodperc egy nap, tehát 1200 percünk van rá. Átszám, vagy másodpercünk van rá, átszám, az talán 20 perc, vagy 20-25 perc alatt kell itt alkotnunk nagyot, vagy bebuknunk. Illetve hát ez például elveszett, mert hogy igen, ezt például levadázták, mert hogy ott már valaki van. Ott már valaki van, aki nem szeretne szomszédot magának. Tehát ott nem szívesen látott vendégek vagyunk, úgyhogy oda sem megyünk. És ugye ciki, mert most már kezdenek messze lenni a bolygók. Most már nem nagyon tudunk közel menni. Hát egy kicsit ügyességi, kicsit szerencse, de minden esetre munkás. Nem mondom, hogy az évtized stratégiai játék, amely nyilván nem az. De ilyen kis unaloműző. Jelleggel, és hát ez a kihívás van benne, mert ugye mindig azt gondolja az ember, hogy megmenti az emberiséget, aztán mégse. Például a Nostromo is lehetne az emberiség végső mentsvára. Akár. Na lássuk, ez mi lett? 400 millió, hát ez egy tök jó bolygó. Ez egy tök jó bolygó. 28. Át. Igen, nem, ezt már nem tudjuk megoldani. Itt ugye már kellene a nagy gravitációs generátor, mert 28-szoros a gravitáció, és 413 fok van. Picit meleg van, tehát maximum bikinit vihet mindenki. De nem tudjuk lehűteni. Itt meg minden bolygó foglalt. Mi ez csókol, amit tele vagyunk idegenekkel? Ez nagyon szomorú. Tele vagyunk. De Lumos. Ja, de oda is nézhetnénk valamit. Ja ne, hát mondjuk csillaghoz is mehetnénk, de hát csillagban nem költözünk. De a Quintessa az ilyen kis szépnek tűnik. Hát ha nincsenek a csúnya idegenek. Megnézzük itt 2000 üzemanyagért. Egy szonda, vészesen közel itt az idő. Hopp, ja, az már van, hogy az, ja csak 2002, nem fér be.
Ja igen, mert itt már egy épnünk kéne egy rakéta típust. Hát az akkor problémás. Na jó, akkor most jön az, hogy akkor nézzünk közelebbi célt. Ez is túl zord. Ez is zord, ez is zord. Ide még tudunk embert vinni. Itt már nagyjából helyre kalapáltuk a helyzetet. Minden feltétel adott, ide még egy ilyen 100 milliót elküldünk. Azért még kapunk némi pontot. Ez tele. A Dyson. Dyson-t azt még lakhatóvá tudjuk tenni. Némi vízzel meg flórával. Nem élővilágot oda telepítünk, meg egy kis hőmérséklet szabályozás beiktat, az gravitáció. Mindegy. Igen, az még pont jó. Hát itt értelmeset nem adott. Jó, és akkor tudunk küldeni 200 millió embert. Ja, üzemanyag. Az a baj, hogy kétfordulós lesz így. Hát igen, 111-et tudunk, de hát a következő járat már elvileg jobb lehet. Ez mi lehet? Jumika. Ja, Jumikóra csak embert kéne. Nosza, hajrá! Minden feltétel adott. 650, az elég elég. Hát egy 270-et ide szórunk. Nem olyan rossz üzlet. 200, meg egy pici mehet. Hát ha valami ott van. Megeszik őket a farkasok, szögbe lépnek, stb. Hát, ha jó lesz. De ez még nem nagyon rentábilis. Ja, igen, kolonizáltuk, volt némi veszteség, egy kicsit túl sokat küldtem oda. Pontosabban ki kellett volna számolni az adagot. Megszaladt a kezem. Azért azt se tolerálja jól a játék, a túl sokat pazarlunk az emberiségből. Na, már 2 milliárdon túladtunk. Na, akkor nézzük. Oli 20, hát ez nem, ez megoldhatatlan. Szóval azért nem szabad pazarolni. Na, szóval lassan kifogyunk a lehetőségbe. Gravitáció generátor 3-as. Jó, az jó, mert itt volt egy... Igen, ezt még földeríthetjük. Messze van ugyan, de... még nagyon messze van. De még hátha jó lesz. Hopp, itt maradt a szonda. Gyerekek. Mellé dobtam a szondát. Na mindegy. Quintessa, na lássuk, ez most tényleg mellé esett? Lehet, sajnos, na mindegy. 2039. Á, ez nem jó. Nem, akkor csak grafikaiban már felderítettük. Nem. Nem derített, mondom, hogy mellé esett. Akkor még ez, nem koppant az olyan. Már biztos, hogy el tudunk odáig menni, de éppen el tudunk. Ja, nem hittünk oda a szondát.
kellemetlen. Jó, ezzel mi lehet? Ja, ezt nem tudjuk elérni, mert túl messze van. Ez is túl messze van. Volt itt a gravitációs. Csak az a baj, a gravitáció rossz, ott rossz a hőmérséklet is. Sajnos ott az is nagyon rossz. Hát ez nem sok jót ígér. Ideig már nem érünk el. Ja nem, ez volt még. 400, ja de itt is a hőmérséklet. Itt ma jó lenne most már a gravitáció, mert azt tudnánk 50-szerest is kompenzálni. De hőmérsékletben ugye 400 fok kell, 450, tehát a közepes kell, az meg még nem jó. Még nem tudom, ha mi van, hogyha odalövöm őket így. Szerintem biztos pusztulásba küldöm a bandát. Na még ez esetleg, igen, csak nem arra gyúrtunk. Szuper. Hát igen, most ez például annyi, hogy most nem tudjuk úgy generálni a játék a paramétereket, hogy nincs tovább. Mert ezeknél mindenhol rossz a gravitáció és a hőmérséklet is. Ezek már messze vannak. Tehát ez üzemanyag típust kéne fejleszteni. Tehát ezeket nem tudom kinyitni. Úgyhogy így most egy kicsit baj van. Igen, túl sok ellenséges bolygót generált ide, a baj. Vagy, hát ugye elmondtam, hogy vagy ezt fejlesztjük, vagy azt, hát azért kellett volna a hőmérsékletet. Azzal jobban jártunk volna, illetve a rakéta méretet se tudom, hogy miért nem generálta be már. Ugye kettes rakétával még lenne esélyünk távolabbi célokra, de nem ugratta meg a kettes szintet. Hát megnézem, mi van, hogyha oda küldöm őket úgy, hogy hideg van, vagyis hát, hogy meleg. Hát ide azért nem, illetve de. Mert ugye ezt tudjuk kompenzálni a... ezzel a gravitáció generátorra, az... megoldja még ezt is. Hát ez már igen, szóval ezt hiába dobáljuk bele, ja nem ezen a gravitáció az önmeséket. Hát hiába dobom bele. Hát ugye ez nem segít. Ez nem segít, de hát nézzük meg mi lesz. Hát ha telepesek belakják még így is. Nem sokat, tegy itt a valakülünk egy 30 milliót, ja becsukjuk, jó. Az meg itt maradt. Ez 2, 2000, hát ez már 2001, 2005, na, azt mondja, 500 ponttal nem megyünk semmire. Szerezzünk 1500 pontot, szerezzünk, hát akkor történik valami. Hát igen. Ez így lezuhant, szegényeket beküldtük a halálba. Ciki. Ellenséges populáció. Ellenséges populáció küldök, akkor mi van? Vajon? Nézzük meg azt. Oda küldünk egy kis emberi társaságot, annak ellenére, hogy laknak már ott. Szerintem nem lesz jó. Hát ha erősebbek leszünk.
elveszük tőlük. Aha. Győzelemhez néha áldozatokat kell hozni. Igen, de te most ugyanúgy ellenséges maradt. Ja, hogy ezeket így leírtuk, hát megpróbáltuk. Jó. Na hát tulajdonképpen ennyi a játék, igazából most nem játszom tovább, mert azt most így generálta be, hogy nem megy tovább. Ja, de 196 millió. Ezeket így eladtuk. Jó. Az mit jelent? Akkor még el lehetne ide is súhasztani 500 milliót. Ezt kipróbálom. Az nem tudom, mit jelent, hogy eladtuk rabszolgának őket, vagy mi lett velük szegényekkel. Mindegy, hát itt úgysem maradhat senki, úgyhogy utolsó kapcsolja a villanyt elven. Ja, itt atmoszféra mondjuk nincsen. Egy atmoszféra processzort azért besúvasztunk a járműbe. Oké. Lássuk, mi lesz. Egyébként 4 milliárd, tehát majdnem a felén túladtunk az emberiségnek, ez már valami. Már határozottan jobb, mint amit eddig produkáltam. Hát végül is... És oda küldtük. Ezeket szerintem eladtuk rabszolgának. Most mit mondja? De ez van. Áldozatokat kell hozni. Aha, kaptunk egy achievementet, és nagyon jó. És itt a végtelenben is tovább el tudnám küldeni az összes embert így. Akkor a legközelebbi célpontot nézzük meg. Csak 1073-ra van. Hát nem a legvidámabb befejezése lesz így az emberiségnek, de ott a játék írja, hát igen, néha áldozatokat kell hozni. Ha nem mi hozzuk meg, az még jobb. Akkor még elküldünk 400 milliót, meglátjuk mi lesz. Az abban nincs meg a nagyobb rakétám, akkor még lehetne itt távlatokba gondolkodni. Azen a jó, elfoglalnánk le inkább csak. De olyat nem lehet. Aha. Végül is iszonyat sok pontot kapunk érte. Az emberiség fogy, márhogy átköltözik. Valahova. Ember, hát a küldünk ide is. Mi baj lehet? Ja, mondjuk ide hiába küldünk atmoszféra processzort. Mondjuk nem, mert a helyre billentette ott a dolgokat. Majd csak 90 napunk van, tehát végül is a mindegy. És a bármi jobb, mint amit vár ránk. Akkor ami belefér, hadd szóljon.
Azért nem kapok ugye új izért, mert nem fedezek fel új bolygót, mert nem tudok felfedezni. Ezért még egyszer megnézem. Itt ezek, nagyon kicentizem az üzemanyagot, akkor talán. Ja, még 2000 komik harcolja. Még egy 500, itt most egy benzinkutast játszunk. Még egy 100-asért töltünk bele. Nem fér bele. Nem fér bele. Abba ez a legközelebbi. 2039, amik egy picit még visszavehetünk. Nem. Nem fér be, csókolom. Hát ez egy full random, hogy hogy generálja ki, tehát most így jártunk. Na mindegy, tehát ez volt a 1000 nap a menekülése. Ugye méri a tudományos pontot, amit összeszedtünk, amit kerestünk, amit kilőttünk, tehát mindenféle tipp pontoz. Hány ilyen artefaktet találtunk meg, ugye azért kaptuk azokat a lehetőségeket. De hát ezt most így generálta ki. Na! És akkor jöjjön... Ezt bántam a legjobban, hogy ezt nem tudtam megosztani tegnap, most az jön. Ezért tényleg szomorú voltam. Tényleg szomorú voltam, mert nem nagyítani akarom érdemeimet, de szerintem tök jól sikerült. Ez a rész. Itt meg már csak azért se tűnt fel, hogy nem nézi senki, mert azt hittem, hogy annyira jól csinálom, hogy így megilletődött mindenki, aki nézi, de hát nem túl értékeltem a játékot valószínűleg, de majd mindjárt meglátjuk. Na, ez egy szimulátor elvileg, és gyakorlatilag is. Hát is sokáig fog elindulni, egy Space Engine nevű szimulátor, ami úgy szimulátor, hogy igazából nem játék, hanem ilyen, hát egy ilyen planetárium jellegű dolog. Ugye azért bukkantam, mert ezt nem feltétlenül a karácsonyi leárazásba. Ez kellett nekem egy image, egy kép, egy űrtémájú kép, és belebotlottam. Ott volt egyébként a wishlistemen, vagy hát azt hiszem követési, vagy hát követtem a játékot, mert ugye a Steam-en lehet ugye követni valamit, hogy kívánságlistára tenni. Ez azt hiszem ilyen követett dolog volt, csak hát ugye azért nem nagyon találtam rá indokot, hogy megvegyem, mert hát miért is. Tehát, hogy nem egyértelmű, hogy... Ja, most gyorsabban elindult, igen, mert akkor múltkor frissült, és akkor indexelte magát. Ugye gyanús is volt, mert rohadt lassan indult el egyébként. Space Engine a név, és nagyon early access, tehát beta státusza az egész. Beta státuszban van az egész, de egyébként elég szép, és bizonyos, hogy a belső bolyókra vannak HD pakkuk. És hát tulajdonképpen a dolog nem szól másról, mint arról, hogy nézelődhetünk a galaxisba, és amiről ugye pontos ismeretek vannak, ott részletesen, amiről kevésbé, ott csak ugye a mostani adatok alapján. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez ugye valós, vagy hát valós csillagászok által, vagy hát elérhető képek által legenerált dolgok a legtöbb esetben. Keresem a Marsot, ugye a Phobos egyik vagy a Mars egyik oldján vagyunk, de elég szép a látványban. A látványban van részünk, vagy lehet részünk.
És a dolog szépsége az, hogy azon túl, hogy itt röpködünk össze-vissza, amit elég nehéz megszokni, mindjárt belejövök talán. Remélhetőleg, én a felszínre akarnék állni. Csak nem mindig sikerül. Mi akarnék, hogy rálássunk a Marsra. Meggyorsíthatjuk az időt, és akkor láthatunk szép, érdekes dolgokat. Például azt, hogy milyen lenne egy Mars fogyatkozás, a holdjáról szemlélve. Egy fölkelő Mars. Ne nézzünk körül jobban, ne nézzünk meg Szaturnuszt mondjuk. Vagy az egyik holdját. Az Enceladus.
Akkor a Jupiter is elkukkanthatunk, hogy az jó. Szép kis felszínével. Jupiter hagyja. Mondtuk a sötétségbe. A felszínre állás az olyan egyértelmű. Most sikerült tegnap több szépen befókuszálnom. Ezért ki marha jó a tegnap. Volt egy jóról szemlélt Jupiter fogyatkozás. Ja, hát lehet, hogy tud ilyet, de ugye ennek a cuccok a textúrája, ez elég durva. Tehát ez a textúra pakja elvileg most bizonyos bolygók esetén, vagy holdak esetén egészen profi. És elég nagy az adatbázisa. Meg egy kis hangulatos, tehát nem azt mondom, hogy az egész nap itt ül előtte az ember, de nekem egyébként tetszik. Nézzünk meg egy Tritont. Botokéna, igen. Itt van egy Neptunusz. Jó felszínre állás nem igazán sikerül. Igen, vannak benne rendszerek. A csillagok, a nagyobb csillagok megvannak. Sirius AB. Hát nyilván amelyiket látjuk, azt úgy látjuk, amelyiket csak tippelik, hogy hogy néz ki, azt nyilván az alapján. Ez nem annyira látványos. De vannak benne neutron csillagok.
illetve hát olyan exobolygók, amiket már gondolom a ez alapján, a kapott képek alapján feltételezetten lemodelleztek. Az akkor is találunk képet, kicsit lassítjuk. Némelyikről részleteset, némelyikről nem részleteset. Attól függ. Ja, jó. Hát nekem mondom, a rendszerbe lévők tetszenek nagyon alapvetően. Még valós adatból vannak összerakva, ugye a Pluto. Ez ugye, amit legutóbb összeraktak képet, ugye, amit a Pluto Express talán, vagy hogy hívták azt, hogy ő fotózta. Mellette ugye a testvér, hát bolygója vagy holdja. Még holdja túlzás, mert majdnem ugyanakkorák. Az irányítás még nem frankó. Fura az irányításra, meg kell szokni. A hold az igen. Az elég jól kidolgozott, az igen, az ilyen HD pakkos. Ott a föld. És hát még béta a cucc, tehát még lesz jobb is, gondolom, idővel. Illetve hát van mindenféle nyalánkság benne, gyakorlatilag kibe lehet kapcsolni mindenféléket. Ugye mutatja a pályákat, ki hol kering. Kapcsolatomban. És hát azért van egy pár objektum, mint látható.
ugye egy aszteroida. Ceres. Nemrég megtalált objektum, azt hiszem, hogy nemrég találták meg. Nézzük egy Neptunuszt. Hogy annyira nem részletes, mert neki így kell kinézni, tehát mindez kell, hogy gázgúriáshoz illik. Illetve hát nyilván, hogy megnézhetjük magát a rendszer térképét. Ami jó példázza, hogy a méreteket. Illetve hát a kisbolygókat. Amiket mostanság. Hát mondjuk ezek már besorolások szerint ugye nem bolygók. Csak olyasmik. Maximum kis bolygó. Hát itt ezt mutatja, amit ő lát. Jó, nehéz eltájékozódni. Hol vagyunk? Ez még a mi naprendszerünk. Ja igen, itt van a skála. Ezek a közeli rendszerek. És akkor ez a galaxis. Galaxis nagyságrend. És akkor a följebb jövünk. Az a közeli galaxis. És ott a ma ismert univerzum, ameddig ő lát, meg ameddig beírták, vagy ameddig belevitték a programba. Az jó kérdés, hogy így, hogy lehet keresgélni. Tíz fényéven belül vegyük nagyobbra. Naprendszer Proxima. A legközelebbi. Négy fényév. Hát ugye ezekben még ugye csak csillagokat látunk, inkább csak.
Már amennyire direktbe látjuk őket. Egy barna törpe. Ez egy kettős csillag, ha jól értelmezem. Nem ez maga a rendszer. Nézzünk olyat, ahol sok bolygó van, 16. Az ugyanaz szerintem. Na, itt vannak egészen kis földre hajozók. Ja, igen, itt voltam tegnap, ja, ezeket felnaplózta. Jó kis látvány lenne. Hát
építenék házat tulajdonképpen. Nagyon rossz kilátással jelentem. Hát ez a Space Engine, mondom, azt csak azért akartam megmutatni, mert hangulatos. Talán tudom, hogy hogy irányítom lefele. A kamerát. Remote 1. Na mindegy, lehet sok variációban mocorogni. De az egész jókat, jó kis képeket ki lehet belőle hozni. És hát ő Early Access, tehát lesz ebből valami, valami. Tehát nem csak ilyen módja van, ez elvileg most a Planetarium módja, de elvileg lehet ugye ilyen kvázi szimulátor jelleget is belevinni. De ez szerintem egy nagyon-nagyon early. Hát nagyon korai fázisban lévő dolog, gondolom ezt majd még kireszelik. Na, és akkor innentől kezdve nem az lesz, mint tegnap. Mert hogy, amit tegnap mutattam volna, az egy Sigma... Hát ennyire emlékezetes volt a játék, hogy már nem is tudom a címét. De egyébként nem volt rossz, tehát mondom, hogy teljesen reménytelen. Sigma Theory nevezetű játék, ami hát jó pofa volt, csak és én mégis toltam, mégis próbáltam nyerni egy játékot benne, hát nem sikerült 2 óra alatt. De azért jó pofa, egy alapvetően ilyen táblás játék, szerintem társas játékban lett implementálva. A tippel nem kéne annyira, nem néztem utána. Körökre osztott, és akkor különböző ügynököket szervez be az ember. Nem mondom, rossz egyébként, de szerintem unalmas volt, vagy lehetett annak. Hát mondjuk nem nézte senki, tehát nem kérdező, senki nem nézte, de nézte volna, se biztos, hogy nagyon-nagyon tetszett volna. Úgyhogy helyette egy másik karácsony szerzemény, viszont tényleg jó pofa, és úgy hívják, hogy FTL, tehát Faster Than Light, rövidítve FTL. Amit az Epic Games, tehát ugye a Steam-en ki van ugye az Epic, ami főleg ilyen konzoljátékokat implementál, mondjuk mutatom a képet, mert nincs képünk. Most lett képünk. Hát igen, bocsi, itt igazából, ja, tegnap. Hát én meg ott meg voltam nyugodó, hogy van nézőm, akkor tök jó. Minden működik. Azt itt beszéltem magamban, mint a hülye. Hát tegnap ez volt a műsor, na mindegy. Tehát FTL, ez nagyon ötletes, ez pixelátos cucc. Pixelátos cucc, hát pixeljáték. De van mélysége, az az igazság. Van mélysége. A lényeg ennek az egésznek, hogy egy űrhajóval haladunk, ugrálunk rendszerre. Miközben kavarodunk különböző konfliktusokba, a hajó egyébként ez a hajó, nem annyira egyértelmű, hogy ez a hajó, de ez a hajó. A különböző modulok vannak, úgy mint parancsnoki híd, gyengélkedő, pajzs, megfigyelőrendszer, ez most éppen nem tudom micsoda, oxigéngenerátor, ugróhajtómű és különböző fegyverek, ja nem ez a rakéta, hanem ez egy ilyen fegyverrendszer,
Nem ez a rakéta, ez meg a meghajtás. Na, és akkor az a lényeg, hogy ugye elindulunk. Alapvetően nem tudunk az elején sok mindent. Ja, és akkor van egy legénységünk. Valamiféle legénységünk van. Alapesetben emberek. És akkor azt mondjuk, hogy belevágunk. Itt van egy Artemis, ez ilyen rakétarendszer. Ez meg egy lézer. És akkor az a lényeg gyakorlatilag, mi valami föderációs flottának a maradéka vagyunk. És fel kell derítjük a szektort, meg üdvözni a lázadókat, stb. Stb. De majd különböző dolgok történnek. Ez a hajó egyébként, tehát ezt fogjuk látni, és akkor ugrálunk rendszerről rendszerre. Tehát két feltétele van, tehát egyébként komplex, tehát van pajzs-pajzs szintje, a rakétarendszer, a hajó állapota, karban kell tartani majd. Vannak az embereknek, hogy mennyire élnek, még mennyire nem élnek az alrendszerekre, mennyire teszünk energiát, mennyire nem teszünk. És különböző alrendszerek cserélődhetnek, illetve fejlődhetnek. És hát ugye ez van, itt keringünk jelen pillanatban. És ugye meg vagy hova ugorhatunk el, és onnan hova tovább. És minden rendszernek van egy ilyen kijárati pontja, ahol kijutunk, és minden szektornak megmondja, hogy ez most civil szektor, avagy nem civil szektor. Nem tudom, nem hangos a háttérzen, ezt szerintem az, kicsit alájá basszám. Tehát ahogy jól értettem, ugye be kell barangolni ugye a szektort. És akkor annyi, hogyha odaugrottunk, akkor odaugrunk. És minden rendszerben, vagy nem minden rendszerben, legtöbb rendszerben is fogad minket valami. Ami vagy baráti, vagy nem baráti. És akkor kvázi ilyen szerepjáték jellegel el kell döntsük, hogy mit csinálunk. Hát addig mindenképpen maradni kell, amíg nem töltődik fel az FTL hajtómű a következő ugrásra. Tehát addig maradunk, hogyha addig meg te mondom mindenki, hogy így jártunk. Ha nem, akkor vagy harcolunk, vagy kidumáljuk. Most meghalk, jó. Akkor inkább azt csinálom, hogy hagyom így, de lejöveszem inkább a játékban, mert az a baj, a fülembe is ordít a dolog. Na, vagyok összeszed, hogy meg kell oldani. Igen, valami karantén, valami van. Jó, na, teszem egy opciót, kötetek a muzikóval, azt lejjelesszük ide. Mondjuk így. Na, talán így most jó. A zene az egyébként, ez a klasszikus MIDI zene, ugye ez a régi világot idéző. Ez annélkül elfunklán eljel leszünk. Hát itt ebben a rendszerben nem találtunk ugye semmit. Hát ugye itt olyan sok dolog nem történt. Ugorjunk tovább. Most arra mi nem jöttem rá egyébként, hogy mi a célunk effektív, mert egy darabig már mentem. Na és akkor itt most azon, amikor össz belebotlunk valakibe. Üdvözölnek minket. Milyen nagy szerencse, hogy összefutottunk. Van valami információ szükségük van, egyébként meg viszont szerintem ezek meg fognak támadni valószínűleg. Itt ugye töltődik a hajtómű, de... Aha, igen. Na és akkor meg lehet állítani a játékot, nem annyira nehéz a harcrendszer, hogy itt van mennyi energiánk van poolba, ezt most ugye áttettük mindent a fegyverrendszerhez. És használtunk ugye rakétát. Nem mondjuk, hogy mit érdemes. Általában a pajzsát érdemes lőni, úgy vettem észre. Ugye ő is lő minket. Meg ugye lézerezhetünk is nagy erőkkel, csak ugye még föl kell töltődjön. Tudom, még idő kell. És akkor ugye kapunk némi sebzést. Ugye első körbe a hajó összintegritását is rombolja. Illetve arra kell figyelni, hogyha valami történik, hát amíg pajzsunk van, addig nincs gáz. Most már gázzal most lejött a pajzs. Amíg a pajzsot nem
cseszik szét, addig jók vagyunk. De azért ezt a mókust ide küldöm. Ugye ha valaki van ott helyiségben és találatot kapunk, akkor automatikusan javít. Ugye van amikor mellélő, tehát van amikor ugye megúszszuk. Jó, hát ezt gyorsan megoldottuk gyakorlatilag. És akkor itt most az van, hogy ha már érzi a vesztét, akkor adhat valamit. Ugye ezt ajánlja. Erre megyünk alapvetően, ez a fizetőeszköz, ez az akármi. Ad még kettő ilyen nem tudom micsodát. Meg egy... nem tudom mit. Vagy lőjük tovább, és akkor lesz ilyen scrapünk, ilyen romunk. Egyébként ez egy sima kalóz, igen. Egyébként így jött a jelenséges, tehát léphettünk volna korábban, na mindegy. Hát én azt mondom, azt ezt elfogadom. Egyébként, ja igen, drón alkatrész, mert azt majd beválthatjuk. Ez meg üzemanyag. Ja igen, minden ugráshoz kell valamennyi üzemanyag. Jó, és akkor gyakorlatilag úgy megvagyunk. Ugye, hogy mihez mennyit rakunk, az rajtunk múlik. Úgy, hogy ugye ennek kell egy energiaegység, ennek kettő. Tehát vagy a rakétarendszert nem alkalmazok, és a lézer duplán, és akkor minden föl van töltve. Vagy máshogy dolgozunk. Na nézzünk egy olyan helyet. Ja igen, egyébként meg lehet szabni, hogy hol lennek ilyen előre beállított pozícióhelyek is vannak. Vannak robotok, vannak ilyen erősebb emberek, múltkor szereztem valamit. Na igen, és akkor az van, hogy gyakorlatilag a lázadók, azok folyamatosan foglalják el a szektort. Tehát ez így balról jobbra haladva jönnek egyre gyorsabban. És hát most vagy ott maradunk, de annak még nem láttam értelmét, hogy miért kellene ott maradjunk. Vagy megyünk tovább, vagy ugye talán kaphatunk ilyen vészhívást, segélyhívást, amit nekik segíthetünk gyakorlatilag. De legtöbbször ugye nincs semmi érdekes, mondani most azt mondom, tovább megyünk. Ugye amilyen vészhívás van, akkor annak meg a végére járhatunk, hogy mi történik. Vagy valamit ott csináltunk. Na, azt mondja, hogy felfedeztünk itt egy kisebb lázadót hajót. Úgy tűnik, hogy valamit szállítanak, hogy harcra készek. Ja igen, tehát most akkor annyi, hogy most megtámadjuk őket, felszólítjuk őket megadásra, vagy elkerüljük. Hát most mivel azt mondja, hogy kisebb, én azt mondom, hogy támadjuk meg őket, aztán lesz, ami lesz. Hát elvileg kell kisebb. Ez elvileg nem olyan. Hát persze vissza fognak lőni, az elég egyértelmű volt. Jó, ezen töltődik a lézerünk. Na most kipróbálom azt, hogy csak lézer, mert így, hogy kettő, aztán gyorsan tölt. Ők is lézerre lőnek, ups. Na és akkor ilyenkor, hogy A-rendszert eltalál, akkor az van, hogy nagyon gyorsan oda kell menni. Mert itt van az oxigén szintünk. És hát az bizony, hogy nincs oxigén generátorunk, az hogy ki tud gyulladni még a hajó. Ha kigyullad a hajó, akkor itt úgy tudjuk megoldani a dolgot. Ups. Tehát lehet olyan, hogy léket kapunk. Akkor szivárog az oxigén. Ezt gyorsan be kell itt foltozni. Vagy ha kigyulladunk, akkor meg azt kell csinálni, hogy gyorsan ki kell nyitni az ajtót, és vákumot kell előállítani abban a helyiségben. De közben átira vigyázni kell azért, mert ha mondjuk tűz van, és úgy küldjük oda, akkor közben sérül, meg ugye az oxigénre is kell figyelni, tehát lehet olyan szituáció, hogy egyszerre kell lenni a tűz miatt mondjuk ajtót nyitni. Ja igen, ez az ajtóvezérlés, mert azt is elszúrhatják.
tehát azt is kilőhetik, akkor ciki, akkor például nem tudunk ajtót nyitni. Na ő például már kicsit vákumban van, tehát ő most sanszos, hogy előbb utóbb megdöglik, ha nem segít neki valaki. Úgyhogy lehetnek ilyen anomáliák. Most már például az ajtónyitást azt úgy megpusztították. Az ott elment. Na jó, hát azt nem tudtuk elkapni. Csak a helyre kell állítani itt a dolgokat. Na most ő már elég romos. Ezzel onnan elküldjük itt a gyengélkedőre. Vele meg megjavítjuk az ajtó irányítást, amikor is romos. Hát ezt nem sikerült elkapjuk. Lehet, hogy akkor jobban jártam volna a rakétával. És ugye kilőtték az alrendszert, a fegyverrendszert, nyilván akkor ugye nem tudtunk melőni. Jó, az ott javított, akkor is menjen gyengélkedőre. Jó, egyébként meg ugorhatnánk, ha lenne valaki a pilóta fülkében. De nincs, illetve az FTL föltöltődött volna, de az föl van töltve. Ugorhatunk, na most valahol kellene már nagyon gyorsan találni javítást. De itt kapunk egy vészjelzést, na nézzük meg ezt a vészjelzést. Igazából ez is olyan játék, hogy többször neki kell futni, valószínűleg elsőre nem sikerül, vagy ki tudja, meddig jut az ember. Múltkor, amikor próbaképpen néztem, akkor annyi volt, hogy találtam egy hajót, ott legyűrtem, ott találtam egy ilyen erősebb embert, aki ilyen harcba jó volt. Azzal egy kicsit tovább mentem, de aztán utána elfogyott, azt hiszem, talán a pénz, aztán szétlették a hajótestet, aztán vége volt az egésznek. Na, ez egy civil hajó. Ezek simán eltévedtek. Persze. Jó, adtak 8 ilyen valamit. És akkor ugye kell, ugye van quest, az, hogy akkor vigyük őket oda, ahova szeretnék. Van a store, ott tudunk javítani. És ugye arra figyelni kell, hogy ezek itt jönnek felénk. Tehát ugye ez itt már egyszeres, ez a zóna, ez már biztosan halál, azt hiszem, igen. Tehát mire ez ide tolódik, addig nekünk a kijárati szektor az jó lenne. Elhúznunk a rákba, de aztán persze az is lehet, hogy lineáris, mert szektor 1-2-3, tehát igazából lehet, hogy annyi az egész, hogy... Sőt, gyanítom, most így jobban átgondolva azon a logikus, hogy ugye annyi, hogy minél tovább juss el. Most kaptak például 5 javítási pontot adtak. Na és akkor itt jönnek a vicces dolgok, hogy itt jön a mélység a dolognak, tehát ne tévesszem meg senkit, hogy ez pixel art, mert egyébként mély a dolog. Mert hogy mindenféle eszközt, kütyüt tudunk javítani, ugye most felajánlja azt, hogy javítsunk. Egyet javít 2 ilyen vacakért, 12 javítja meg az egész hajót. De ugye itt kaphatunk bizonyos ilyen segítségeket, harcosokat, fegyvereket, nehéz lézert. Ez a megfizethetetlen kategória gyakorlatilag. FTL Gem, már olyan nem tud elugrani. Shield Booster. Ugye alapvetően a Shield miatt rohadtam én meg mindig. Csak nyilván el is adhatunk dolgokat. Például azt eladhatnánk. Van hátszázás. Iszonyat, mindenféle van. Én azt mondom, most megjavítunk mindent, aztán kalapkabát, és akkor haladjunk tovább. Én azt mondom, most már araszoljon kijárat fel. Ugye elvileg mehetnénk a store fel, de innen meg át tudunk ugrani. Jó, menjen board fel. Ez egyébként olyan játék volt, amit ez az Epic-en azt mondtam még, tehát van az Epic Store a Steam mellett, és amint a Steam, ez ugye olyan akciót nyomott most karácsonykor, én minden nap volt egy ingyenes játéka. És ez abban volt. Ezért nagyon jó áron ingyen vágták hozzá az emberhez. Csak megfelelő időpontnak kellett rátenyerelni, mert ugye egy napig volt elérhető.
Igen. Egyébként attól függetlenül még ezt leárazó is megvenném, mert van érdekessége. Na, azt mondja, üzemanyagunk az még úgy jó. Nem csinálunk benne semmit tulajdonképpen. Arra még nem nagyon jöttem rá, hogy van ebben a játékban pénzem. Arra nem jöttem rá. Az, az igazság. De mivel csúrók vagyunk, úgy csinálunk benne semmit, szóval menjünk a francba. Van egy distress call. Hát most azt még lehet, hogy megkockáztathatjuk. Addig még ugrunk kettőt. Azt mondjuk megnézzük. Ja igen, egyébként az fogy. Igen, azt majd hiszem, ugrásonként kettőt használ. Az azt hiszem fix. Menekült hajó. Elfogyott az üzemanyaggal. Nézzük meg. Teljesen elhagyatott egyébként. Hát akkor ez kamu volt. Igen, 11 ugrásunk van. Nem bonyolították azért túl, tehát egy ugrás, egy üzemanyag. Na jó, hát akkor szerintem húzzunk is ebből a rendszerből a rákba. És akkor vannak ilyen módosító tényezők. Tehát valamikor olyan helyre ugrunk, hogy nem tisztán űr van, hanem mondjuk valami köd. Vagy nebula, vagy mit tudom én, és akkor bizonyos rendszerek nem működnek. Tehát például most valami nem fog működni. Arra figyelmeztet. Egyébként meg ez egy lázadó hajó. Egy kis űrállomás mellett van. Lehetetlenség megmondani, mi van belül. Vagy megtámadjuk, vagy nem provokáljuk. Ezt hiszem, ilyen lőtt szét engem egyszer. Ugye vannak olyan hajók, amik úgy működnek, hogy átszállnak hozzánk. Tehát megszállják a hajót, és akkor ott kell harcolni a hajón belül. Most én harcoló emberem mondjuk nincsen. Hát nem vagyok, meg mi baj lehet, igen, ránk is dobott valamit. Igen, tehát ez így bejön, de közben azért lőni kéne, mint az őrült. És akkor azt sem, hogy visszaveszek az FTL-ből. Szóval ez itt most meg fog jelenni. Ja igen, és akkor mi a nebulában vagyunk, hol megy a pajzsunk, hol nem. Ja nem, ez itt, aha, a drón, aha, akkor a drón. Aha. Ups, a drónt akkor le kéne szedni először. Ja nem, a szenzorunk nem működik. Igen. Az a baj, ez a drón, ez itt lekapja a pajzsunkat mindig. Ugye előbb én azt mondanám, hogy a rakétát azt beleküldünk ebbe. Megpróbáljuk lelézerezni. Ha le tudom, mert szeretem, nem tudom. Ja nem, a drónvezérlő azt kell kicsinálni. Na jó, a drónvezérlőnek annyi. Jó, így nem veszélyes viszont. Úgy látom, hogyha nincs drónja. Na megküldjük a rakétáját. Jó, így meg most már kimondottan veszélytelen, meg mondjuk, hogy ne menjen el. Most ez úgy szép is esett. Most az annyira szétlőttük, hogy ennyi volt. És akkor kaptunk 18 ilyen scrappet. Nézhetjük a bázist. Jó, találunk egy nagy semmit. Hát egyébként, hogy nem lenne hülyes ötlet ezeket lementeni, ezt a pozíciót tényleg, hogy ki hol van. Szerintem lementem. Igen, mert akkor gyakorlatilag, hogyha valaki elmozdul, ja, akkor vissza tudom hozni. Na jó, hát az FTL-nek ja, és egyébként nem mindegy, most nézem, hogy a dodge-jal, hogy ki is kerüljük a lövéseket, ha töltünk rá áramot. Na jó, húzzunk ki a rákba. Na és akkor annyi van, hát itt is lehet valaki, meg van is. Megint csak az a kérdés, hogy mit kezdjünk velük.
Ez ugyanolyan automatizált hajó. De valami katonai cuccok vannak benne. Hát szerintem nyomjuk meg, mert nem voltak olyan bonyolultak. Ja, de én égek. Ó, bassza. Na, ezt viszont hülye voltam, ezt nem néztem meg, de hogy nem vettem én észre, hogy ég. Na, ilyenkor van az, hogy akkor nyitni kell egy ajtót. Hogy eloltsuk a tüzet. Akkor van baj, hogy a kamerarendszert is kilövök, mert akkor nem látjuk, mi történik. Az baj. Hát az még nem baj. Ez kicsit lőtt. Az a baj, a gyengélkedő az most megszűnt. Ja, közben lőhetünk. Ja, de nincs pajzsa. Akkor jó. És azt kéne megoldani, ne menjen el. Egy shot per charge. Most úgy kéne szétlőnöm, hogy nem teljesen. De bezárjuk az ajtót. Megjavítjuk a gyengélkedőt. Az a baj, az Artemis az kettőt durran bele, az már attól szétlövöm. Ezért meg így. Így is jó, túltoltuk. Na mindegy. Jó, viszont az állomáson volt csomó rakéta, meg scrap, meg mindenféle üzemanyag. Jó. És hát üzemanyag. Na, és akkor itt megmondhatjuk azt, hogy elhúzunk a rákba ebből a... Ja, ez igen, az információs... Jó... Igen, és akkor step next szektor, és akkor megyünk a következő szektorba. Ja igen, és akkor így van, tehát lineálisan haladunk. És akkor nézhetjük, hogy ki irányítja, oda azért nem menjünk, ha a lázadók irányítják, civil szektorba mehetünk. Akkor elhúzunk oda. Igen, tulajdonképpen végig menekülünk a galaxison, tulajdonképpen annyit csinálunk. Miközben... Próbálunk minél több mindent összeszedegetni. Ez már eleve ellenséges. Hát hajrá, ez már, hát egy komolyabb falat lesz, ennek van droidja. Mindene van. Akkor megint a droid vezérőt kéne először megpattintani. Ja, nem is a polzsra megyünk rá. Gyengelkedőt lőtték, az érdekes volt. Jól előttük mellette. Na, droid vezérlő nem pusztult meg. Rakéta rendszerünk az mindjárt megfog. Jó. Jó, az a vele megdöglött. Ups, pajzs. Azt hogy átküldjük ide. Így. Az tűz, az nem jó. Ja. Rakétázzunk egyet. Van a törzs. Lehet, hogy a rakétarendszerüket kéne célba venni. Sőt, biztos.
Mi az, ami még megállt? Mert most nem tudunk. Ja, na újra már kéne jönni. Aha, jó, ez már azért megadta nekik. Hát most... 3 üzemelyik adott 14 scrapet, meg egy... Az a baj, hogy szétlőjük teljesen, akkor csak scrapet kapunk, úgyhogy... Ezt nem tudom, ezt összeszedtük. Ja nem, ez csak itt maradt. Jó, itt megnézzük hátul, mert ez egy kicsit romos maradt. Ja nem, csak ott már gáz van. Jó, hát nem sörült senki. Ja, de meddé? Akkor megugorhatunk. Hát igen, így nem mentünk az állomásra. Most lehet, hogy az állomáson lett volna jobb. De még sose volt. Na, azt mondja, hogy egy jól felvezett kalózhajó, az már veszélyes. Aha, és azt akarja, hogy... Ha átadunk egy legénységi tagot, akkor ez akkor elenged minket. Hát azért ebben nem kéne belemenni. Én azt mondom, hogy ez nem üzlet. Hát csak kérdés, hogy... Na jó, akkor előbb lőjük ki a rakétáját, én azt mondom, az a buli, ez jó rögtön, igen. Lő. Az a baj, a fegyverrendszerét nem tudom lőni direktben, de nézd, lőjük a pajzsát. A pajzsa meg erős. Nagyon erős a pajzsa alatt tényleg. Na jó, most már annyira nem erős. Csak a hajó testet fogja szép barmaniám. Na a kamerát azt azért kell megcsinálni, mert nem csinálja meg a kamerát, akkor nem látjuk, hogy mi történik a hajón. Tehát lehet, hogy már lángokba állunk, csak nem veszük észre. Jaj, összejött a pajzsa. Milyenk meg nem. Jó, egy kér a törzsének, szétszedtük. Aha, csak az jó. Szétkaptuk. Hú, nagyon sok scrap, két üzemanyag, egy rakéta. Mondjuk a rakétánk előbb-utóbb elfogy. Előbb-utóbb venni kell. De most lehet 99 scrapünk, úgyhogy... Az egész jó, most keresni kell egy boltot. Fogalmam sincs, hogy hol van bolt. Keresgéljünk. Megint csak segítjével, segítsünk ki a földet, segítsünk, persze segítsünk. Ó, ez nagy.
Na jó, mondjuk ez könnyű kivőni. Csak az a baj, már fél. Igen, szóval ez lesz, mondjuk 4-5-6 törzset, az baj. Ja, töltsük a... Töltsük, ami tölthető. Hopp, tűz. A rakétáját azt kikaptuk, legalább az már nem fog itt. Engine, annak annyi. Ja, kifogytunk rakétával. Hát akkor már csak lézerünk maradt. Ezt már is kezdhetjük szerelgetni. Így mondjuk nehéz az kilőni. Ja, meg be kéne csukni az ajtót azért, ne vákumba. Ne vákumba szereljön között. Ja, és egyébként nagyon okos a játék, mert úgy van, hogy igen, tehát hogyha nincs légkör, mert ugye beküldtem a vákumba, szólhatott volna, hogy vákum van, nem megyek be, de hát olyan lelkiismeretes személyzet, nem bemegy. Meg ugye figyeljen kell, mert megdöglik. Na, kaptunk tőle két rakétát, plusz a megmentett hajótól nagyon sok scrapet. Na most már tényleg kéne egy bolt. Ideig még nem jutottam el. Hajó hátulja az már elég gáz. Store, nagyon jó. Jó, a boltnál nem szokott lenni gubanc. Nagyszerű. Na, van 138, és megjavítunk mindent. 104, na lássuk, hogy durvát ráteszünk. Hát tudunk egy ilyen mantis, ilyen bogárszerű valamit, ami... Ugye ez ilyen parazita. Ha jól értem, de nem biztos. Nem, ez valami lény, mantis. Igen, ennyivel többet tud, tehát ugye tudunk legénységet. Meg legénység az hasznos tud lenni, de én inkább azt mondanám, hogy ugye modult kéne fölvenni, tudunk hackinget. Aha, kicsit megkeltjük a hajóját. Vagy... Leklónozhatjuk az embert, vagy drone controlt. Aha, ez nem rossz. Nem rossz, nagyja, és akkor kettes oldal. Lehet képességet, vagy navigációt, vagy... Ja, és akkor drónt is kell, aha. Ja igen, mert a drónt is meg kell venni. De ez ad egy ingyen drónt, egy Mark 1-est. De majd ezt is pénzbe kell, vagy pénzbe kerül ez is. Na igen, most az a kérdés, hogy... Vajon az energia... Ja, meg hát kellene azért rakétát venni.
Arra ne feledkezzünk meg, hogy nyom a 6 rakétát. És hogy van, 6 ér vettünk elvileg 5-öt. Nem ezt mutatják a számok, de... Hát én veszek egy ilyen drone kontrollt, mi baj lehet. Nem tudom, hogy meg tudjuk-e hajtani. Ja nem, 6 ér egyet veszünk, és... Ó, és ennyi van neki raktáron. Aha, és akkor ide került a drone control. Ja, és akkor ahhoz is kell áram bizony. Kettő ráadásul. Tehát ha drónozzunk, akkor drónozni és rakétázni tudok. Ja, de ez védő drón. Az meg jó, mert a drón ellen véd. Na jó, van akkor... Hát nehéz ez, na mindegy. Ugorjunk tovább. Hát most kérdés, hogy érdemes-e még itt vacakolni ebbe a szektorba, meg szerintem igen. Miért ne nézzünk körül? Hogy belefussunk rögtön egy plazmavihar kellős közepébe egy ellenséges hajóba. Nem dugancsuk szét, azt mondja, hogy... Ja igen, és akkor ilyenkor nincsenek szenzorok, az egy ugrat ki a félhajó itt múltkor. Ja. Na jó, hát akkor egyelőre... És ilyenkor áram sincs. Ó, hát ez vicces lesz. Ez vicces lesz. Nyomjuk, ha nekem nincs áramom, neki sem. Neki sem lesz szárva. Levegyem a létfenntartást. Még az elég hülyeség. És még a rakétánk is fel tud robbanni, hát ez pazar. Teljesen jó helyen vettem föl vele a harcot. Jó, még nem sérültünk még. Csak most elfogy a rakétám. És akkor most van az, hogy ez a gáz. Hát akkor le kell venni a... Milyen is oxigénünk? Ja, mert levettem a... De hülye vagyok. Levettem az oxigénelátorról az izet. Hát most van ciki. Le kell kapcsoljuk a pajzsot. Legalább... Nem, igen. Hát akkor pajzs nélkül megyünk emberekhez. Kész. Így jártunk. Ez necces lesz. Kicsit segítsünk neki szerelni. Mondjuk pajzsot tök felesleges, mert úgyse tudunk pajzsozni. Ups, egy kicsit itt szétlőtték a helyet. Jajaj. Jajaj.
Ja igen, mert az oxigén, ja, az megy. Nyissuk meg itt egy ajtót. Jó. Most miért nem megy a... Ja, mert nincs áram rajta, persze. Nincs áram alatt a helyiség. Na jó, húzzunk innen rágba, azt mondom. Ja, de nem tudunk ugrani, mert az FT ajtó sincsen áram alatt. Most már ilyen. Hú! Ez egy veszélyes hely volt. Hoppá, valamit elcserélhetünk. 10 üzemanyagot kapunk, 2 ilyenél. Jó. Most lehet 26 scrap, de az nem ér szerintem semmit. Nézzük, mi van itt. Wow! Valaki nagyon rossz hírveti a csatornáját, na mindegy. Most ezt ránéztem a csatra, de... Azt mondja, hogy feteszünk a fölösöm sem. Hát ez mindig megtámad sima. Sima izé. Hopp, van drón izé, akkor bedobhatjuk a védődrónunkat. Hát pontosabban nem dobhatjuk be, mert nem nagyon van rá áram, de... De azért bedobjuk. De muszáj lesz, mert a rakétánk már úgy sincs. Itt van a kis védődrónunk, az elzavarta a támadatlan. Csak úgy látom neki jobban drónja. Ja, hogy ez úgy lő, hogy lő rakétát. Ez nagyon zsír. Rakétát lövi le. De jó. Az jó, mert ha csak rakétával lő, akkor megszívta. Upp, kivéve leáll a drónvezérlőnk. Akkor nem. Miért a drónunk? Ja, nem kap áram. Ja, ezt meg be kell javítani. Azért nem mindig tudja kilőni. Sajnos. Jó, lyuk keletkezett a hajótesten. Tölti az ugróhajtóművét. Hát most akkor ki kéne nyírni, igen, azt gyorsan hogy elugorja. Jó, ezt kérjük. Na, és akkor javítani kell. Ezt kinyitjuk, reméljük nincs tűz.
Na, és akkor mehetünk tovább. Na, ilyen se volt még. Azt mondja, melyen kiig. Kapunk azon egy üzenetet. A robbanó akna készletük az kifogyott. Hát a robbanó szörnyük extránk. Öt rakétát akkor, tehát vagy az, hogy adnánk nekik 5 rakétát, esélytelen, vagy adunk 15 rakétát, esélytelen. Vagy kilövünk egyet, hogy segítsünk nekik, az még van. Vagy hagyjuk a francba az egészet. Ekkor az egy szem rakéta, az már nem azt nem szorosz, tehát. De az nem segít rajtuk. Jó, hát akkor fölajánlatok, azt mondták, hogy nem kül. Jó, akkor viszont lehet, hogy kéne menni még rakétát, még amíg itt vagyunk ebben a rendszerben. Még az az ugrás szerintem belefél. Igen. Még ezt a 3 rakétát fölmarkoljuk. Ja, megjavítani se ártanak. És akkor húzzunk a francba, a baj lesz. Na, hát van egy olyan, hogy lázadó, az nem jó. Meg van egy ilyen zöld... Valaki irányítja, de hogy kik azok nem, tehát nem civil szektor. Mondom, egyiket egyre jobban nehezedik. Zoltán irányítja. Kész, ennyi. De egyelőre nem haltunk meg. Hát mi meglepő, még egy lázadóhajó. Van védelmi rendszerük, úgyhogy akkor nem nyomunk rá rakétát. Tehát akkor milyenket beizzítjuk. Ja, az már töltődik jó. Hát akkor nem tudom, a drónkot. Hát nem tudom, mit kéne ilyenkor lőni. Ha nem fogunk rakétázni, akkor a drone control. De drone control-t kéne lőni szerintem. Van egy védő drónja. Meg egy ki tudja, milyen drónja van. Jaj, azért ez nem tudom mit lő, de durva. Na, az a baj, hogy annyit lő, hogy azt megérezzük. Akkor mégis csak rakétát kellene. Csak egy elment, egy betalált, egy elment mellette, ajaj. Bajok lesznek. Lehet, hogy ebben megdöglünk. Ajaj. Trükkös, mert ugye egyen lelövi a pajzsot, és 3 lőszert, hogy valami durva rakétája van. Nem csak rakétát kell lőni. A francba.
Jó, a hajtómű az már annyira nem érdekel minket. Csak az a baj, ezért fog lőni. Szétlőve a hajótestet effektíve. Védődrónunk a szó van. Ez eltűnt. Még most, hogy kivőttem azt a rakétáját, most kevésbé rossz a helyzet. Most már megint jó neki. Hát itt el fogjuk egy darabig lövöldözgetni egymást. Kettő nem tartott, vagy a kitérős is jól manőverezik. Mi sehogy nem manőverezik. Ja, de egyébként mi is manőverezhetnénk. A medbét lekapcsolom. Ja, de nem tudom manőverezni, mert jaj. De hülye vagyok, hát ilyen izék vagyunk. Álló helyzetben vagyunk. Igen, mert akkor legalább picit tudunk manőverezni. Már ha van valaki a pilóta fülkében. És nem lövik ki a izénket a drónunkat. A rohadt élel megelővi azt a szart. Ja, jó, most viszont tudunk rakétázni, úgy sincs dolgom. Egy, ez fájni fog. Jajjaj. Ez baj lesz. Az a baj, hogy rakétánkat le fogja szelni így is, úgy is. Na jó. Hú! Na, viszont nem lélegezhetünk fel, mert fogy az oxigénünk. Ja, és egyébként szintet is lépnek az emberek. Tehát nő a skilljük. Ja igen, mert nem mindegy, hogy hol vannak. Aha! Ja, értem. Hát a harc alatt, hogyha a rakéta teremben van... Aha, akkor rutinosabb lesz. Értem, szintet lép. Na, most viszont trommá lőttek minket, úgyhogy... Ez így nem annyira nyerő. Következő tűzharcot nem éljük túl. Ja, és akkor most van az, hogy ugye behatolnak a fedélzetre. Kettős pajzsuk van. Hát ez így baj. 3-3 ellen, és még ráadásul ugye... Ugye lőni is kéne. De nem tudunk, mert ugye a fegyverrendszert magukhoz vették. A francia gyermek. Elfoglalták a hajó azon részét.
Kérdés, hogy egy az egyben megoldjuk-e? Szerintem nem. Janitom nem. Várjunk, menjünk át a gyengélkedővel. Hát itt végünk lesz, mint a botnak, azt kell mondjam. Nagyon csúnyán megdöglünk. Nagyon-nagyon csúnyán megdöglünk, ha nem írjuk ki ezeket itt. De így is. De mennyi mindegy, mert a törzsünk az romokba volt, úgyhogy... Hát ez nem volt fair. Na hát ennyi az FTL, ugye az egy hátránya van ennek, hogy ugye tényleg ez is olyan, hogy megy az ember valameddig, aztán megy, de igazából aztán nem jut sem eddig, tehát hogy mindig egy picit megy tovább, mert hogy nagyon nagy a random faktor, és hát nagy a random faktor, tehát hogyha mázi van, akkor mázi van. Múltkor mondom, találtam egy hajót, azon volt egy ilyen páncélozott, nem tudom, exoskeletonos, vagy ilyen robot, vagy droid, vagy kiborg, nem tudom, tehát így máshogy nézett ki. És az ugye egymaga lehentelt így mindenki. Tehát ott például védve voltam a felszíni támadástól, vagy az ilyen átszállás támadástól. De hát ugye egyszer tudtunk összeszedni 100 valány cuccot, látod, hogy abból se tudtunk értelmes dolgot venni, úgyhogy ez egy érdekes kérdés, de gondolom úgy van, hogy folyamatosan nyílnak ki majd lehetőségek. Igen. Tehát például eljutottunk volna az 5. szektorig, akkor már ugye van ilyen hajó. Tehát hogyha folyamatosan valamit megcsinálunk, akkor ugye előbb-utóbb ugye egyre jobb a helyzet, mindig egy picit tovább megy az ember. Úgyhogy ennyi, és akkor nem a nulláról kell elindítani, de mindig csak egy picit haladunk előre. Ugye ennyi az FTL, de hát az képest, hogy ingyen volt, az képest, de nagyon örültem neki, mert ugye ezt, tehát valószínűleg ugye elcsábultam volna, tehát megvettem volna valamennyi pénzért. Igen, az is lehet, hogy ott körül kell nézni, csak ugye az is mázi faktor, mert hogyha körülnézünk, akkor ugye jön ugye az a szín, tehát a lázadók frontja jön előrébb. Tehát nem mondanám, hogy az egy nem biztos, hogy jó stratégia. Lehet, hogy jó stratégia valamikor, csak ugye, hogyha beleszorulunk oda, a piros zónába maradunk, akkor azon az instant halál, azt hiszem. Hogyha ebbe a sráfozottba, akkor még talán le tudjuk gyűrni azt, aki ott jön. De ha a piros bugunk, azt hiszem, akkor vége. Tehát ugye annyira nem ugrálhatunk el. Na, úgyhogy ez volt. Ez egyébként ötletes. Tehát én azért örültem neki, mert hogy ahhoz képest végülis, hogy pixel árt, ahhoz képest nagyon sok mindenre gondoltak, és nagyon alaposan kidolgozott. Tehát egy kicsit akkor, hogy ajtókat kell nyitogatni, ha úgy hagyod, akkor szökik az oxigén, tehát hogy ilyenekre gondoltak. Tehát olyan apróságok bele vannak téve, amik még az ad abszurd, egy nagyon szépen kidolgozott grafikájú stratégia, vagy taktikai stratégiai játékban se szoktak benne lenni, vagy szimulátorban. Akkor még csak megmutatom ezt a Sigma Theory-t, mert azt hittem ezzel tovább fogok vacakolni ezzel az FTL-lel, de nem. Nem így lett. Megmutatom ezt. Egyébként hangulatos nagyon. Tehát nem mondom, hogy nem az. Van azért hangulata.
Tehát alapvetően a hidegháborúban játszódunk, az a Sigma teóri, tehát már egy ilyen árnyékhatalom vagyunk, ha jól értettem. És az a lényeg, hogy különböző országból szervezünk be tudósokat, akik előállítanak nekünk különböző témában, különböző területen ilyen kütyüket, vagy hát haladást érnek el technológiailag, és ezt aztán vagy közkincsé tesszük, vagy nem, attól függ, hogy mire játszunk, és ennek függvényében lesznek vele, vagy szimpatizálnak velünk a kormányok, vagy nem. Onnan indul, ez egy kicsit fura, hogy először van egy párunk, tehát egy családbarát a játék gyakorlatilag, na mindegy, tehát válaszunk magunkra, hogy kik vagyunk, tehát mi mondjuk azt mondjuk, hogy igen, férfiak vagyunk, John Doe az jó, most nem írom át, mindegy, és azt mondjuk, hogy jó, legyünk amerikaiak, oké. Okay. Egyébként ez is olyan játék, hogy minél többször ugrik neki az ember, annál több karakter nyílik ki, és lehet, hogy annál egyszerűbb. És akkor kell találni egy párt, keresünk magunknak párt, ez abszolút nyitott a játék, mert most már lehetne férfi nő is, mindegy. Maradjunk a klasszikus esetnél, azért legyen mondjuk orosz-amerikai, azért az erős. Múltkor izével játszottam a amerikai-francia. Hát legyen egy angol-amerikai, mi baj lehet, egy japán? Koreai. Koreai ügynök. Ja, ügynök, egyben ügynök is. Török. Amerikai török, ott még nincs. Ezek is bővének, ja igen, ő volt múltkor. Szálvánt. Azért ne. Hát legyen kínai. Mi baj lehet? Legyen amerikai kínai. Na. Akszon, ja meg vagyunk ugye ezzel üzenek, és akkor az a lényeg, hát van egy igazgató, ez itt oszt itt a hülyeséget nekünk folyamatosan. Kilógja, igen, mert most azért miatt az FTL miatt át kellett méretezzem, mert az nem tudta ezért, nem látta, hogy mi van. Várjunk. Hű, tényleg, igen, mert most át méreteztem véletlenül. Pillanat, mindjárt. Jó. Igen, mert az FTL az nem volt Full HD felbontásban, nem meglepő. Na, van egy igazgatónk, ez ott osztja az észt. Tehát nem mi vagyunk a főnökök, mi nem tudom, fő Sigma ügynökök vagyunk. És akkor első feladatok, hogy feltoborzunk ugye csapatot. Ez az első feladat, ugye fel kéne 4-et lehet toborozni. És 2 emberünk van a laborra, 2 kutatóval indulunk. És akkor ezt a kutatókat, ezt a számot bővítjük. És akkor egy érdekes a dolog, mert úgy van a játékban, hogy 2 attribútum van egyébként, 2 ilyen fő paraméter, hogy okos vagy erős. Vagy közepes, vagy... Hát aki nagyon erős, az nagyon nem okos. Aki meg nagyon okos, azok hegykerek, azok meg nagyon nem erősek. És abból is vannak alapok, meg vannak ilyen csillagos kiemeltek. Ilyen csillagos kiemelt expertből 1-et választhatunk. A maradékból, és egyébként meg 4 fős lehet az induló csapat. Na és akkor a következő érdekesség, hogy oké, okay, kiválasztottuk, de nem biztos, hogy meg tudjuk fűzni, hogy csatlakozzon. Tehát például itt a W2, ugye ezt tudja még egyébként, ő elit, ja igen, ezek az elitek, ezek a csillagosok. Itt vagy mit tud, és akkor van a különböző gyengék, erősségeik, hogy mindenkinek van valami tulajdonsága. Ő nagyon hacker. Tehát 8-1, ő nagyon hacker, ő nagyon eltünteti a nyomait, egyébként pacifista, hát az nem biztos, hogy néha előny, mert ilyen nagyon brutális parancsokat nem fog végrehajtani. Múltkor ez a gamer a gyerekkel, a japán gyerekkel hackerkedtem. Hát ő fasorba sincs mondjuk ez a csávóhoz képest. De ugye kérdés, hogy miből válaszok az elit, ki legyen az elit, mert ugye lehet ilyen nagyon kommandós elitünk is. Tehát lehet például maestro, vagy angol maestrót is. Aki egy eszméletlenül jó autóvezető, tehát ez menekülésben nagyon profi. Tehát ő maga James Bond, csak lehet, hogy még azt a Martinja is van.
Egyébként meg kettős ügynök az a speciális. De ez mondom, ez maga a James Bond. Tehát egy kettős ügynök, hát egy ügynök átállításról kimondtam. Profi. Na és akkor itt jön a következő furcsaság, hogy ugye azt mondjuk, hogy jó, fölveszünk, de nem úgy van ám, hogy jó, megyek, hanem meg kell fűzni. Tehát az, hogy van egy háttér története. Ő egy ismertebb, híres angol család sarja, oxfordi elit csemete, stb. Különleges osztag, nem mondom, hát ő maga James Bond, mindegy, és akkor ott van MI6-től fölfedés, akkor ugye van egy ilyen kis mini párbeszéd, hogy mit kínálunk neki. Tehát ez a kvázi az a mini állás interjú, hogy akkor fölmerül a kérdés, hogy miért is akarjuk, hogy te itt dolgozzál. Típusú kérdéskör van, és akkor hármat kell választani. És hát itt azért el kell találni, hogy valami mi motiválja, tehát mondhatjuk azt, hogy nekünk kell egy ilyen kíméletlen, kegyetlen gyilkos, hát így a izéje alapján nem biztos, hogy ő ilyen agyatlan állat, tehát nem hiszem, hogy ez kedvére lenne. A következő az az, hogy ott kéne legyél a frontvonal, vagy ne, hogy elvesztegesd a tehetségedet, ez mondjuk már inkább hihető, hogy erre már harap. Vagy mondhatjuk neki azt, hogy ha most lépünk, ez ilyen idealista duma, hogy ha most lépünk, akkor itt eljön a világbéke. Na most olyan nagyon pacifistának se tűnik, tehát szerintem erre se fog rá harapni. Ugye szerintem próbáljuk meg a középsőt. És be is vált rá alapot, jó, akkor egy emberünk van, szuper. Na akkor megvan a James Bondunk, akkor legyen egy... ez mit tud, ez a nagy bölcs. Ugye most már csillagost nem választhatok. Kellene egy ilyen matahari. Ő volt az Afrodité, aki ilyen kis... Ő volt a jó nő, akit csábította el az embereket. Viszont átállították szegény kémet. Egyébként nem nagyon tudott lapulni, de ő ilyen kis, hát ilyen kis ágyba vonzó tekintetű, tehát ilyen seducer, tehát ilyen a bájának nagyon kevesen állnak ellen, úgyhogy ő még egyébként lehetséges jelölt. A végén nem csinálta rosszul hozzáteszem. Ezóta nejünk, de az profi, őt nem választhatjuk. És akkor kinyíltak, ez is olyan, hogy többször játszod, akkor kinyílnak ügynökök. Ugye úgy van, hogy őt még nem láttam az első játékban, csak mivel találkoztam az első játékban vele, ezért már kinyílt. Fortune, a szerencse csillag, szerencsés, fedő nevű, 6-7-es, ő is ilyen közepes. Közepes, viszont nem, ő intelligens is, meg okos is, meg erős is, és nem expert. Az egész jó. Amerikai. Anya gyorsan nagyon tud rejtőzködni. Ő nagyon jól tud megkenni ezeket, tudósokat, hogyha átáll. Mert ugye átállíthatjuk elrablása, meggyőződésből átállíthatjuk, letizethetjük, romlik a hatások. Nyilván az a legjobb, ha a saját meggyőződéséből áll át hozzánk. Csak azt nem mindenki tudja megoldani. És akkor vannak a csempészek, azok meg hasznosak, hogyha fegyvert kell szerezni. A csuba, ővele játszottam, de ő is elit, őt sem választhatom. A Libertyvel játszottam már, ő nem volt rossz. Ő kimondottan katona. De mondjuk olyanok már van. Keresünk egy jó hackert. Gamerát. Ő is nem volt rossz. Vagy a 888-as kínai ügynököt. Ja, mert náluk az a szerencse szám, igen, a 88, vagy igen. Jaja. Szerűszer, hát ez is ilyen kis James Bond-szerű. Ez a teljes balanszos. Kell egy jó hacker, legyen egy török hackerünk. Egyszer Grüdag. Észak-Szibériában született. Hát nem nagyon tud ő mozogni majd.
Jó, hát akkor szerintem őt megkörnyékezzük. Mi a gyenge pontja? Az a durva, hogy nincs nagyon gyenge pontja. Közel-keleti konfliktus. Na mindegy, hát nézzük meg. 7-3-as, ő lesz a hekkerünk. Vagyik ne, nincs hex kéje. Na, akkor nem kell. Maradjon a japánunk. Maradjon a japánunk. Ja, őt nem kell megkörnyékeznek ilyen, nem. Elit az... Az jön, az örül, hogy fölvettük. Hát és akkor lehet még egy... Sívát, itt még nagy pusztítót bevettem, de ő is elit. Úgyhogy volt két elitem lehetett, na várjon már. Valami árulás van, mert őt is fölvettem. Őt is. Ja nem, őt a pályán találtam, őt átállítottam. Nem tudjuk fölvenni. Egy török fegyversem csempész csávóta, igen, őt vettem még föl. Késes harcos, Puppet Master, vérszomjas, maszk. 6-5. Nem rossz. Kell egy csempész, ez igazság, kell egy csempész. Pacifisták kiméljenek. Az a baj, ez egy gyökér volt ahhoz, hogy kimenekítsen bárkit is. Vagy jöjjön a Matahari. Nem, egy csempész kell a pillanat, ki volt a csempész. Ez meg ő. 6-7 volt. Ő jó lesz. Jó, megvan a team. Ja nem jut, azért be kell szervezni. Ja, lehet, hogy ezt csak annak kell eljátszani, akit még nem szerveztem be soha. Na, azt mondja... Ugyanaz a kérdés, hogy miért kockáztatnám, milyenek az előtörténete, azt mondja. Ez valami milliómos családba nevelkedett. Biteknél tanult, New Yorkba kezdett, New Yorkban él, atlétizál. Hát, kemény dió. Na, mik a lehetőségek? Azt mondja, nagyon nagy rossz dolgok vannak a világban, kell egy erős ember, aki jobbá teszik. Ez elég gyenge duma. Túl sok vér van. Túl sok a vérontás. Vagy adunk egy lehetőséget, hogy dolgozzál a Sigma projekten, amit érdekel téged. Hát akár francia tudja, mi érdekli ezt, amit inkább semmi. Atlétizás, sportol. Egy kicsit ilyen femina, lehet, hogy ha jól értem a szöveget. Tehát, hogy azért ő irányítja az eseményeket. Hát legyen az első rá, tehát, hogy ráharap. Nem harapott rá. A fenében, jó, akkor ez kiesett. Igen, annál kell eljátszani, akit még nem tudtunk beszervezni soha. Kell egy csempész. Hát menjünk sorba. Kinek van csempész kéje. És nem pacifista.
és nem elit. Most nem teljesen szerencsétlen terepel. Nem, már megjön a török csávót, hiszem. Jól lehet, hogy az lesz. Hopp! Még egy csempész, bukós is akos barátunk, ő csempész. Hát próbáljuk meg őt, japán. Emberke, Oszaka, igen. Ez is... Ez motoros. Motorversenyzőként praktizál alkalmanként. Kicsit maffia kapcsolat, kicsit ez, kicsit az. És mindig motor, mindig rajta van a motor sisak, vagy a bukós sisakja. Lehúzott az ő velem az ő. Hát tudja a franc, hogy ki ez valójában. Hát próbálj meg beszervezni. Na, azt mondja, ja, pacifistán ment, pacifista jó. Hát lehet, hogy ez a egy korrumpálhatatlan kémet keresünk. Aha, igen, hálészak, nem lehet korrumpálni. Szerintem már a harap. Sikerült? Nem sikerült, rohadjon meg. Na jó, nem húzom sokáig az időt, akkor marad a török. Francba. Jó, nem tudom beszélni, de most akkor ezt megbuktam. Na jó, tehát megvan a csapat. Na még egy kő. Jó, akkor legyen ez a... legyen ő. Egész jó volt. Bár volt jobb. Túlélő csávó, őt lekapcsoltam, mint ellenséges ügynököt. SCSS... Kevés a skillje. Azban nincs kimondottan a lopakodó emberünk, na mindegy. Próbáljuk meg a töröket. Hát ezt a kalanddal biztos nem csábítjuk el. De nem ez meg így szereti az izért, ez lehet, hogy ennek ott bejön. Nem. Jó, de török nem volt, akkor visszük a... Ez ilyen kicsit vérszomjas. De ezt már méres dumával rávesszük, mert ez meg egy ilyen gyilkológép. Aha, veszélyes, hogy csinálsz. Na, kis veszélyes. Na. Nem, tovább nem válogatottunk, hogy beosztottnánk valakit, mert gyökerek vagyunk. Na, tehát akkor ez a kezdő csapat, kit kaptunk? Őt kaptuk meg. Megkaptuk mégis? Jó, megkaptuk. Na, és akkor annyi van, van egy térképünk. És a pontra kell menni, tehát 15 pontot kell összegyűjteni ilyen sigma pontból. Erre gyúrunk. És ezt úgy tesszük meg, hogy ugye van két tudósunk alapban. Két tudós, az így mindenkinek van egy szakterülete.
Ez egy idegsebész, egy idegkutató, nem tudom, hogy hívják őket, mindegy, ugye csinál egy ilyet. Ha megcsinálja ezeket a dolgokat, akkor az valami kinyit nekünk. Meg van egy ilyen robotikával foglalkozó kutatónőnk, tehát ezeket először is meg kell őket védjük, tehát ne környékezzék meg őket. Másrészt nyilván keresnünk kell újakat. Na lássuk ki a legjobb terepügynökünk. Ő annyira nem terepügynök. Ő is hát azonban nem nagyon a terepügynökünk. Ja de, azért ő, a maszk. Aha, jó. Na és akkor azt mondjuk neki, hogy menjünk be mondjuk. Ugye itt van a kék az, hogy mennyire vagyunk jóba az adott területen a vezetővel, a piros az, hogy mennyire nehéz a terep. Tehát mennyire problémás itt bármit csinálni. Tehát mennyire figyelnek. Hát mondjuk kezdjünk olyan helyen, hogy ebben nem vagyunk olyan nagyon jók, mert ne haragítsunk magunkra mindenkit. Akkor azt mondjuk, hogy te repüljél el ide. Kétféleképpen tudna menni, vagy fegyver nélkül, akkor egy kör alatt oda repül gyorsan, vagy beszivárok, de az három kör, vagyis hát nap itt napba mérjük. Menjen fegyver nélkül, majd kap fegyvert. Hacker barátunkat érdemesen elküldeni olyan helyre, ahol elég nagy a biztonság, egy kicsit kezdjen rombolni. Őt küldjük az oroszokhoz. Ő szivárogjon, aki nem árt a fegyvere van, mert szerencsétlen úgy, ahogy van. James Bondunkat. Hát őket egyre tartsuk itt. És akkor azt mert csempészünket szintén küldjük el az oroszokhoz fegyvernek, majd összerez magának a fegyvert. Jó. És akkor a James Bond az meg gyakorlatilag tudom hackelni? Hát én ne hackeljem. James Bondunk, hát segítsen. Menjen mondjuk a franciákhoz. Hát szivárogjon ő is, ez valami lesz. Na és akkor van két drónunk. A drónok, kétféle drón is van, vagy egy ilyen megfigyelő drón. A segít, hogyha kivonási művelet van, meg van egy harci drónunk, ezt majd oda küldjük, ha kell való. És akkor vége egy körnek. És akkor ugye halad a kutatás, 9-9, ezek odaérnek belénk, oké, ennyi történt. Ja, és akkor van egy Doomsday, egy ilyen végzett órája, egy Doomsday clock, ami hát megmondja, hogy mennyire gázos a szitu. Ha ez leketjen, akkor vége, akkor kitört a hidegháború, átfordult atom valami éles összecsapását, tehát akkor megpusztultunk gyakorlatilag. Akkor elmérgesítettük a nemzetközi helyzetet. És ha őt meg ide küldtük, akkor az van, hogy van mindenhol egy államfő. Nem is államfő, nevezzük diplomatának. Van egy diplomata, tudjuk, parancsi tudja mi. Na most azt elkezdhetjük lenyomozni. Az azt jelenti, hogy megtaláljuk itt a gyengéit, meg kompromittáló dolgokat találhatunk róla. Ami nagyon hasznos, mert hogy a bizonyos időközönként tartunk tartunk ilyen találkozókat az adott vezetővel, ahol ha van róla kompromittáló anyagunk, akkor egy picit úgy helyzetbe hozhatjuk magunkat, tehát mindjárt jobban állnak a kérdéshez az adott diplomaták. Kicsit jobb alkupozícióba indulunk. És akkor emellett megjelennek ilyen egyéb csoportok, tehát például egy Szavasztánok kártel, aki egy kicsit olyan bűnöző jellegű csoport, tehát egy ilyen konkrétan egy maffia, aki hát úgy adhat nekünk küldetéseket, hát miért ne? Hajrá, dolgozzunk! Legyünk nyitottak. És annyit kér tőlünk, hogy szerezzünk be egy listát. Azaz, menjünk Franciaországba, ahol itt van az a professzor, akitől vegyük el a listát úgy, hogy kettős ügynök ki.
átállítjuk, és erre van 7 napunk. Hát Franciaországban úgy is megy James Bondunk, úgyhogy elvileg ez jó. A néger csaj az nem tudott semmit se kideríteni az Otto Larsenről, vagy Lesnerről. Otto Larsenről, úgyhogy ne kiesünk még egyszer. A török barátunk majd szerzett magának fegyvert. És akkor lehet olyat csinálni, hogy vagy szintén itt kiderít valamit Igor Lavrovról, vagy kereshet tudóst, de ő ne keressen tudóst, azt meg keres a hacker barátunk oldalját. És akkor ez a rangsor ez az, hogy nagyjából ki hol fejleszt. Ugye valószínűleg a gép megint be fog előzni, mert ő úgy csinálja, hogy két, vagyis hát akinek olyan tudósa van, hogy egy területet ketten fejlesztenek, az ott be fog ugrani. Minden egy ilyen lépcső, minden egyes ilyen lépcső három pontot ad, ilyen szigma pontot ad. Mi úgy leszünk, hogy le fogunk maradni az elején, de utána ugrunk majd egy nagyot, mert 6 pontunk lesz. Na közben a Lesnerről kiderítettük, hogy paranoiás. Ez azért jó, mert ha leülünk vele tárgyalni, akkor ugye tudjuk-e e felé görbíteni majd a dolgokat. A Lavrovról kiderítettük, hogy szereti a formasságokat, és hát szeret erőből tárgyalni, ha jól értem. Vagy a... Na mindegy, ennek annyira még úgy sincs jelentősége. Jó, és akkor közben történnek a dolgok. Tehát például megjelenik asszony, és kitalálja, hogy... Már nem tud a fenekén ülni a sorozatot nézni, hanem kitalálja, hogy... Ja, egyelőre csak gratulált nekünk. Jaj, de jó, de néha elfogják, néha minden baja van. Na mindegy, hát most egyszerűen jó, hát mondjuk neki, hogy... Persze, én is szeretlek téged, hogyne. Tök jó. Rögtön felállj, segít, mindegy, nagyon szeretjük egymást, tök jó. De nincs jelentőség ennek, vagy később lehet. Múltkor például elfogták a japánok, és túlszul rejtették, azt el kellett adjak valamit, hogy ne legyen baj. Az nem volt olyan vicces. Na, ez közben beszivárgott, és akkor most az van, hogy ezt a Bruhatot, most tökéletesen jó helyre jöttünk, a Bruhatot ezt át kéne állítani kettős ügynökké. És akkor ez a konvert, ugye ez intellektus kell, de összerencsére egy okos, már az ügynökünk. A robotikot, hát jó, nem annyira okos. Na mindegy. Megpróbálja. És akkor közben... Jó, hát az Otto Lesner nem tudott kompromittálót csinálni, akkor egy derítsen föl, aztán meglátjuk, mi lesz. Ugye 3 napjába fog kerülni. A hackerünk itt az oroszoknak kezdjenek is hackerést. Hackerést az 3 dolgot csinálhat. Vagy adatot lop, akkor egy pontot ellop ilyen szigma pontot, vagy lecsökkenti a biztonsági rendszert, vagy elindít egy ilyen ransomware-t, ilyen, hát egy ipari kémprogramot, vagy keres tudóst. Én azt mondom, hogy egy kicsit csökkentsen itt ilyen biztonsági szintet, és majd a kis csempészünk majd az fog itt magának tudóst majd. Az így majd sokkal jobb lesz. Közben halad a kutatásom, mint az ő állat, nagyon jó. Na, eközben... hát nem járt sikerre, mert az van, illetve részben sikerre járt, mert a hacker csávó az lecsökkentette a 40%-ot 20-ra, de... A török barátunk az viszont elcseszte, mert az ő föltűnést keltett, tehát ott visszaemelkedett 40-re. És ráadásul szerintem nem talált semmit, hogy felhívtam magára a figyelmet. Ennek nem örülök. Ha hackerkedünk még egyet. De legalább talált tudós, nem talált tudós.
mert ő annyira nem okos. Jó, akkor támogassa egy felderítéssel. Na, ő közben földerített, amit fel kell deríteni. Ekközben a Lavrov elindított egy katonai már, hogy az orosz katonai, Oroszország indítottak egy katonai akciót Szudánba. És ha jól értettem, 8 napig tart fönn, addig érdemes lenne áttenni ezt a felderítőt Szudánba. Hát ha lát valami érdekeset. Meg akkor keresgéljen tudós, most már fogni kéne egy tudóst. Mert lemaradunk. Jó, ő lecsökkentett a 10%-a 30-ra megint a... És 30%-ot. Ja, és akkor közben a tudósaink is élik az életüket. Tehát erről például kiderült, hogy ez drogfüggő ez a csávó. És most azt mondja, hogy kicsit heroin függős, szerencsétlen. Tehát vagy most adunk neki dupla heroint, és akkor azt mondja, hogy annyira tutira fog kutatni, mint az állat, vagy visszavonul. Most nem engedhetjük meg, hogy nem lesz kutatónk. Hát ez az a baj, bele fog pusztulni, na mindegy. Hát kap, hoppá, ennyi. Hát meghalt, de legalább egy kicsit megnyomta a kutatási szintet, jó. De meg nem örülök, mert nincs ide. Na és akkor vannak különböző ilyen csoportok, ilyen katonai csoportok, a különböző motivációkkal. Van az a robotos, mert egyébként jövőben játszottam 2030, nem tudom, hogy játszottam mindegy. És akkor ezek így fölveszik a kapcsolatot, ahogy így tevékenykedünk, majd lehet olyan, hogy segítünk nekik, vagy kedvezzünk nekik valahogy. A rekedcsagot most ráállítjuk ezért kutató tudós keresésre. Viszont nagyon jól letette 10%-ot, ez azért jó, mert majd ha ki kell vonni tudóst, ha találunk ott végül az oroszoknál egyet, akkor ezt relatíve könnyen ki tudjuk vonni. Jó, viszont... Aha, talált 2 célpontot. Igen, na most ez arra, igen, talán 2 célpontot őrönnek, nem tudjuk kicsoda, tehát most be kell azonosítani még. Ráadásul ez őrizve van. Ja nem tudjuk ki, ez mindegy. Jó, ő pedig... Ugye ő még mindig dolgozik az átállításon, de nekem túl sok sikerrel. Vagy nem állítottam rá? Hát ugye elfelejtettem ráállítani, na mindegy. Ő pedig... Az a baj, hogy ő vele itt nem megyünk semmire. Merítsen fel, visszaküldjék az államokba, az a baj, hogy meg ott is baj lesz. Rá fog jönni egy ügynök. Visszaírjuk. Visszaért Washington. Ja, de akkor nincs kutató. Nincs hát. Ja, közben meg földerített. Tehát ő elért egy áttörést. A Lightning projekt. Na és akkor itt van a következő dilemma. Hogy vagy... megtartjuk, akkor 3 szigma pont, és valamit kapnak az ügynökeink, tehát aki a harc esetén, hát villámítva van, hogy támadás fegyverként tudja használni ezt a kutatást, vagy odaadjuk ennek a csoportnak, ennek a Defense Robotics csoportnak,
ami akkor csak két pontot kapunk, viszont nő velük a kapcsolatunk, és azért jó, mert hogyha ők tevékenykednek az adott országban, akkor ők segíthetnek, mondjuk kivonásnál. De én azt mondom, nekem most jó az a 3 pont. Köszönjük szépen, csak az a baj, most nincs kutatónk. Csak megkapták most ezt a lányt, egy implantátumot. Hoppá, csak nem egy Commodore 64-es póló. Na, azt mondja, megjelentek az antikapitalisták, velük nem leszünk jóba valószínű. Dolgozhatunk, hát itt még mondhatjuk azt hiszem, hogy dolgozhatunk, még legfeljebb majd nem leszünk jóban. Hát egy új kontaktunk, ezt itt meg bebuktuk a küldetést, de meg későn állítottam szerintem én azt rá. Na mindegy. Itt meg nem tud hacker, most nem tudok a csávval mit csinálni. Mit csináljon ez itt magával? Ez meg nem tudtam megfejteni ki az. Akkor menjen vissza az oroszokhoz. Az oroszok is találtak valamit. Na és akkor ezek meg az oroszok átértek, úgy ötük is elértek valamit a Solar Network projektbe. Értek el valamit. Az igazgató kicsit ideges már szerintem. Ja, a letartóztatási parancs jött minden ügynökünkre, de hol? Hát az kellemetlen, valahol letartóztatási parancsot kaptak, vagy hát valahol majd letartóztatják őket. Ha úgy adódik. Na jó, közben ezt is kiderítjük talán, hogy ki ez. Fenébe ezt bebuktuk. Na és akkor a Wall Street-en kéne egy... Wall Street-et akarják összeomlasztani? Az orosz... Ja nem, az orosz izet akarják bedönteni. Az orosz piacot akarják bedönteni. Hát ebben nem biztos, hogy tudunk segíteni. Érdekünkben áll, de... Nem indul jó. Na azt mondja, megint akar valamit. Szükség van az egyik ügynökünkre. Na ilyenekkel fáradt, zsibbasztik minket. Most pont elvinni az ügynökünket. Hova? Menne shoppingolni biztos. Hasznos lenne neki, de mihez? Hát nem kéne nagyon most ezt területetni. Ja, még úgyse tudunk semmit csinálni, jó vigyet. Jó. Kiesett a nő 3 napra, viszont növekedett a amerikaiakkal a kapcsolat az nőtt. Most a 3 napig nincs. Lehet, hogy nem az oroszokkal kéne itt kezdeni a dolgot. Menjünk a japánokhoz. Múltkor a japánok megkezdtem, lehet, hogy ez praktikusabb. Mert a oroszok jó. Lehet, hogy nem pont ott kellett volna kezdenem. Ez meg itt lebuktatta magát. Remek. Igen, mert japánok állnak még jól egyébként. Jó, megyünk Japánba.
Ez most nagyon rosszul indul. Igen, csak itt van, kik jelentek meg. Ja nem, az ő kapcsolaton, vele való kapcsolatunk nőtt meg. Hát nem állunk jól. A fegyveres csoportokban jelentek meg ők, de hát ezt már elszúrtuk a kapcsolatot. Ja, mondjuk adtak volna fegyvert, na mindegy. De ezt nem is tudom, hogy kéne ezt a bedöntést megoldani, na mindegy. Jó, ott visszament megint, mert gyanúsak lettünk oroszoknál. Kapcsolat, hát itt most tulajdonképpen semmit nem tudok elérni. Lehet, hogy nehezítette egyébként a játék a második kört. Ennek az eltő példajáték volt. Konkrétan most így semmi nem jön össze. Valaki azonosítsa már ezt be, hát nem hiszem meg. Az angolok elkezdtek még egy projektet. Közben itt a koreaiak is baszakodnak. Ja igen, itt valakik megfenyegetnek néha minket, most a koreaiak megfenyegetnek minket. Ezt ugye lopni akarnak tőlünk pontot. Mennyire leszünk kemények. Én nem nagyon értettem, hogy itt mi a lényeg. Dunzaival kicsit visszaállt, de az amerikák nem örülnek. Hát akkor nyomozzuk le őt. Hát találtunk az ügynököt, és akkor most ha megtaláljuk, akkor már be tudjuk legközelebb toborozni. Őt. Hol találtuk? Oroszoknál találtuk. De csak most jön a bonyolultabb feladat. Hát igen, itt bebuktuk. Az ciki. Ja, és akkor van, amikor kiszáll valaki. Igen, tehát például a németek kiestek. Ja igen, ezt nem értettem múltkor mi van. Tehát van olyan, amikor valaki kiesnek, ők kiestek. Nem tudom miért, lehet, hogy elfogyott a tudósok, mert nekünk csak egy van. Tehát így fogynak. Fogynak a jelentkezők, pedig ugye sételnek érezték magukat, mindegy. Még mi is állunk jó helyen. Tehát az a lényeg, hogy itt már nem érdemes semmit se csinálni, tehát itt ez már bukta. Tehát itt már nincsen semmi. Itt találtunk elvileg egy professzort. Na és akkor most jön a vicces, hogy ki kell hozni. Illetve nem.
Először ugye több variáció van, vagy elraboljuk, de ha elraboljuk és úgy hozzuk át, akkor nem lesz olyan hatékony, hogy leszedáljuk, és úgy próbáljuk elvinni, vagy megvesztegetjük, vagy átállítjuk. Most az átállítás az, akinek a szakterülete, leginkább senkinek. Ugye az átállítás az intelligencia, a megkenés és intelligencia, de ugye mi nem tudunk róla semmit, ezért igen, lehet, hogy azért nem mindegy, hogy hogy csináljuk, mert így csöcsre futhatunk. Ki van a hacker, csávó van vele. Most vagy bízunk a hetes intelligenciájába, vagy egy kicsit utána nyomozunk, szóval kicsit utána nyomozunk, és akkor addig ő meg mondjuk kicsit felderít, és az javítja a sikerét az összes olyan műveletnek, amit itt csinálunk. Ekközben itt valami buli van. Ja, az angolok itt valamit elkezdtek epajkódni Ruandába. Hol a drónom? Ez drónom, na mindegy. Hát az repüljön át az angolokkal, nem tudom fel mit csinálni igazából. Na, hurrá! Antikapitalista brigád elrabolta a maestrót. Hurrá! Szuper! Na jó, hát ez az, amikor bebuktuk a játékot szerintem. Ez az az eset. Sokkal könnyebbnek tűnt egyébként az előző játék, mint most miért más, de lehet, hogy ez gyakorló játék volt. A fejnapi játék folyamán gyakorlatilag azonnal mindenkit megzsarolhat, meg tudtam zsarolni, mindenkiről találtam bármit. Ja, az angoloknál fogják letartóztatni az embereinket, hurrá, mert pont oda küldtem. Kikutat még? Elvileg a törökök igen. Japánok már befejeztek még egy projektet. Meg az oroszok is. Az amerikai kimondottan utálnak már minket. Ez nem jó. Na, legalább viszont erről tudunk mindenfélét. Lojális. Hát akkor őt nagyon nehéz összeátállítani. Inkább munkájával foglak, nem korumpálható, na igen, ezért fontos megtalálni, mi van, mert ugye a megvesztegetéssel nem is nagyon érdemes próbálkozni. Próbáljuk meg átállítani. Bár nem fog sikerülni valószínű. Keresünk tudós. Megnyomozzunk egy picit. Na, végre találtunk valamit. A Körpatricknél találtunk egy, hát némi szex videót úgy összehoztunk, tehát hogy egy kicsit olyan, kicsit úgy részt vett egy kis partiban, és ott volt ez az. Találtunk egy érdekes videót. És akkor itt most azt mondja, hogy találna még itt valami ügynököt is. Nem, most ne keresse senkit, most ott kell lesz. De lehet, hogy keresetet mondom, mindegy.
Na és akkor ilyenkor az van, hogy ugye tudunk rá nyomást gyakorolni, akkor szervezünk fel egy megbeszélést 30-ára. Két ügynökkel, hogy oldom ezt meg se, hogy... És akkor őt meg átreptetjük a franciát. Jó, hát a törököknél, ez a csávon, most tudom, nem beriasztott mindenkit. Csomó ember van itt. Na, és akkor az van... Ja, de sikerült átállítania. Na, ez nagyon jó. Rögtön egyeződésből most átjön, és akkor most kell kimenekíteni. Na, és itt jön egy érdekes része a játéknak, mert úgy van, hogy azt mondjuk, hogy akkor őt kimenekítjük. Közel sem biztos, hogy sikerül, mert ezt a James Bondnak kellett volna csinálni, de... megkíséreljük. És akkor átváltunk egy ilyen háromdimenziós, vagy egy ilyen FPS-t, vagy ilyen third person nézetre. Az a lényeg, hogy van ugye az adott területnek egy ilyen veszélyessége, vagy hogy mondjam, tehát riasztási szintje. Ennek ugye elég magas, tehát nem állunk olyan nagyon jól. Ugye minél kisebb, annál jobban tudunk mozogni, minél nagyobb, annál gázabb. Ugye őt kísérések itt van, milyen könnyítő dolgaink vannak, semmi könnyítő nincs, tehát ugye lehetne kémdroid, meg drón, meg attak, támadó drón, meg lehetne olyan szervezet, akivel nem rúgtuk volna össze a port, aki tevékenykedik is, tehát mondjuk, mit tudom én, az antikapitalisták itt lehetnének, akkor segítenének, de hát nincs. A supportot csak kapunk, tehát magunk vagyunk. És akkor az van, hogy 3,6 km kell a csávónak elmenekülni. Tehát innentől kezdve ez ilyen kicsit ilyen szerepjáték, tehát az itt megyünk, és akkor vannak történnek események. Tehát például most egy rendőr észlelte, nem buktatta, ugye nem behívta egy sikátorba, és hát ugye már gond van, mert itt le fogja buktatni valószínű. Na most vagy semlegesít, megpróbáljuk semlegesíteni. Hát az azért problémás, mert egyes az ereje, tehát ő ilyen, mert nem jó. Vagy próbálhatni rá. Hát meg környékezzük, hogy legyen az. Nem nagyon sikerült. De azért haladtunk kétszer. Ilyenkor mindig az, hogy vagy haladunk valamit, most haladtunk, de ugrott az észlelés, tehát most már egy kicsit riasztási állapotba kerültek. Hát ezt úgy, ahogy van elbuktunk, gyakorlatilag nem mindegy, azért haladunk 200 métert, csak egyesen nem esélyesük jutunk. Na és akkor megint, hogy találunk egy rövidített útvonalat egy hangáron keresztül, raktár hangáron keresztül, de őrzik. Rövidítünk, de veszélyesebb, szerintem ne rövidítsünk. Jó, megyünk 100 métert, tehát az nyugdíj. Na ott már ellenőrző pont van, jó, itt meg már bebuktuk, már itt most akkor semlegesítjük, harcolunk velük, szaladunk, hát ő ne harcoljon, mert az béna. A semlegesítés... Hát úgy ahogy, de... Ugye mást használ, ugye a flea az a futásod az erőt, intelligenciát. Itt az erőt és ezt a lighting implantedet, az ereje az nulli. És akkor itt mutatja, hogy mennyire sanszos, nem sanszos, hogy sikerülni fog. Csak hát elkezdünk lövöldözni. Jó, hát ez itt meg fog pusztulni. Nem sikerült. Ja, ez meg nem az a megadós fajta, de mindig akkor kinyertek, mert nem megkapták. Na és akkor az van, hogy nem mindegy, hogy hogy csináljuk meg, vagy hogy nem csináljuk meg. Ezt ott nagyon nem csináltuk meg. Az azt jelenti, hogy... hogy... három kör, ugye lecsökken ott az adott kapcsolat is, az amerikaiakkal is, a japánokkal is. Hát lebuktunk gyakorlatilag, egy jelenséges ország, vagy más országba akartunk itt
ügykönnél, ezt itt most letartóztattak, nem is hoztuk ki. Ez itt szánalmas. Elvileg ugye őt most kiszabadíthatnánk, kiszabadulhatnék, néha magát is kiszabadul. De ez igaz. Na, találtunk egy ügynököt. Franciaországban, igen. Viszont onnan nem hozunk ki senkit, az biztos, mert a ténykedésünkkel fölkeltettük magunkra a figyelmet, vagy felhívtuk magunkra a figyelmet. Na, és akkor a megbeszélés, a tárgyalás meg úgy néz ki, ugye a kikkel angolokkal, elvileg ugye van egy terhelő bizonyítékunk. Hát ez így diszkréten, ugye elvileg, hogyha nem lenne terhelő bizonyítékunk rá, akkor is lehetne kvázi egy ilyen, tehát hogy tudjuk mire harap, mire ugrik, akkor így beszélgethetnénk vele, és így terelhetnénk a témát tulajdonképpen a adnak függvényében, hogy milyen jellem. De most mivel van egy ilyen kis videónk, ilyen érdekes videónk, ezt diszkréten oda csúsztatjuk a pendrive-ot, és akkor mindjárt nagyon kedves lesz velünk, innen indulunk, hát egész jó. Indítjuk a megbeszélést, csak a kvázi tulajdonképpen ebben az esetben majdnem, hogy kérhetünk bármit. Hát mondjuk leginkább, mivel állati szarul állunk, leginkább a kutatási projektekhez kéne hozzáférnünk. Megmondhatjuk, hogy melyikből szeretnénk, meg kettőből is jól állnak, nézzük ezt. És akkor kérdezi, hogy mit adunk cserébe? Hát mondhatjuk, hogy belengedhetünk neki egyet, hogy semmit, leginkább csak. Mondjuk innen indulunk, tehát ugye kettő zuhanás van azért, mert kértünk kutatási eredményt. Ha még inkább beintünk nekik, akkor 3 mínusz, akkor nagyon megugrik. Vagy adunk nekik mi is kutatási eredményt, vagy adunk tudóst, az hülyeség. Vagy adunk neki valami kis gazdasági előnyt, akkor kicsit tompítjuk a mínuszt. Maradjunk ennél. Csak a tök jó, mert a jelke fogadja, az ugye, hogyha az kékben van, akkor nyilván elfogadja. Tehát vele tök jók leszünk az angolokkal, az amerikaiak az már totál utálnak minket, tehát ezt már totál elszúrtam, mindez leesett nullára. De legalább kaptunk valami kutatási eredményt. De itt már tulajdonképpen, itt már végünk van mindjárt. Ezt meg lecsukták. Mondanám, hogy ez kiszabadítja, de hát ez egy gyökér. Megpróbáljuk, jó? Itt meg közben... Esélyünk nincs. Ezt elszúrtam. Nem tudom hol, de elszúrtam. Totálisan. Jó, egyébként nehéz a játék, mert a példa a játékot tegnap úgy szúrtam el, hogy elsőként gyűjtöttem össze a 15 szigma pontot, utána van egy második szintű kutatás, amikor ott kifejlesztjük a nem tudom az Antimate fegyvert, azt még 5 tudóssal meg kell oldani. Tehát találni kell 5 tudós, csak mire leesett, hogy a tudósokba kell utazni, addigra ellopták az összeset. Ugye ő meg most be tudna segíteni egy picit. Az Egyesült Nemzetek le tudná állítani az angoloknak a kutatását. Mindegy már nekünk, mindegy, kérhetünk egy szívességet, állítsak. Tök mindegy, mert egyébként... Jó, akkor most az angoloknál rossz fejek vagyunk egy picit, az amerikaiaknak picit jók. Mert mit a segít bármit is, mert... Az angolok már rég belőztek minket. Na itt meg megpróbáljuk ezt a nyomorultat kiszabadítani. Ja nem, előbb meg kell keresni. Na, eközben itt az indiairól szintén találtunk valami terhelőt.
Közben felfedeztünk egy technológiát, nagyon jó. A robotikában. Hát szerintem most egy kicsit ezeket így édesgessük vissza, mert most ugye plusz nem kapnánk. És akkor ő velük egy kicsit jobban leszünk. Ezzel a csoporttal. Franciák közben kiszálltak. Lehet egyébként mindig a leggyengébb kiesik. Bizonyos körönként az lehet. Gyanús. Megfelejöttünk a második helyre, ezt nem tudom, hogy csináltam. Ja, mert megcsináltuk a kutatást. Csak ugye most az a baj, hogy egyetlen egy kutatónk van. Tehát úgy van, hogy valamelyik területen, mindegy, hogy milyen kombinációban, ugye el kell érni a 15-öt. Ez azt jelenti, hogy 3-assával ugrik. Tehát 5 területet kell kinyitni. Tehát ha egy területnek vagyunk tudarai, akkor nyilván egy területet nyitunk. Tehát most nekünk úgy lehet, hogy ezt nyitjuk végig, mert máshoz nem ért. Mert ugye, hogyha az a specialitás, akkor kétszer olyan gyorsan csinál, egyébként csak szenved az egésszel. Viszont amikor ez kinyílik, akkor ugye 5 specialista kell. Ha haladni is akarunk, ha nem akarunk, akkor nyilván nem kell, de ha szeretnénk haladni, akkor kell egy specialista. Na most itt őt viszont, mivel találtunk róla kompromittálót, azért az indiaiakat egy kicsit megizzaszthatjuk szintén. 5-én összehozhatunk egy találkát. És akkor lehet, hogy a briteket kéne egy picit még újítani. Briteketől kéne egy tüzet lakni. Jó, Japánban már egyre gázosabb a szituáció, mert itt fölkeltette magára a figyelmet. És nem is találta meg az embert. Ráadásul... tud ő hackelni 5-ös intelligenciával? Aha. Próbáljuk meg, nem fog összejönni, de próbáljuk meg. Ő meg... Nézze meg, ez kicsoda. És hova tűnt a drónom? Valaki mondja már meg, hova tűnt a drónom. Mondjuk lehet, hogy az azért tűnt el, mert itt leesett nullára az anyaországban a támogatottságunk. Illetve nem nulla, de majdnem nulla. Kóra felugrott 20-ra. Jó, hát egyébként ügynökünk sem, semmink nincs. Azra fölfigyeltek Angliában. Ja, és akkor jönnek ilyen keresztkérdések, hogy akkor most vannak pillanatok, amikor megoszthatunk tudást másokkal. Ha megosztunk tudást másokkal, akkor nyilván másoknál jobbak leszünk, amerikaiaknál nem leszünk jobbak. Ha meg, ez ugye ez a Trumpos válasz, hogy mert egy egyezmény van rá, tehát azt mondjuk, hogy mit nekünk egyezmény nem érdekel, ez a Donald Trumpos megoldás, akkor az amerikaiaknál jók leszünk, másoknál ne. Én azt mondom, most Trumpozok egyet, ez így jó lesz nekünk. Mit nekünk egyezmény? Hát, kit érdekel? Ja, akkor lehet, hogy fordítva. Na mindegy, akkor most az amerikai se szerették ezt a megoldást. De nem adtunk át pontot, ez jó. Az amerikaiaknak úgyis szarok voltunk, hogy itt tök mindegy. Keresgéljen egy tudóst, hát ha tovább. Ez itt japánoknál egyre rosszabb, ami történik.
Mindenkit le fognak csukni. Na és akkor indiaiakról is van egy kis ez az. Szintén indítunk egy tárgyalási pozícióval. Hát kutatásra szeretnénk egy fókuszálódni. Legyen ez az a terület. Mondjuk azt, hogy most tulajdonképpen semmit nem adnánk, köszi. De mivel annyira meggyőző volt az a pendrive, hogy még ebbe is belement. Mondjuk nem tudom, kaptunk-e bármit is. Valószínű nem, mondjuk nem biztos, hogy kutattuk azt a területet. De. Mit kértünk? Ezt kértük, igen, ezt egy picit haladt mindenféle kutató nélkül. Jó, hát ez itt rohad meg, ahol van. Ez most miért jött ide vissza? Ezt elzavarták volna a Japánból, vagy? Mi tört? Valószínű igen. Ennek itt menekülnie kellett. Itt találtunk valakit. Ja, az előbb is csak nem találtunk ki, ki az. Csak az a baj, hogy ez utóbb le fog bukni. Az a baj, ez is ilyen high profile-os. High profile-os az nem, ez nem high profile-os. De ez nem okos. Ez az ügynökünk. Közepesen okos. Nem az a tipikus ügynök, az a baj. Pedig elvileg átállításban jó. Jó, hogy ez nem csinál semmit. Hackerünk-e mi lehet? Ja, hackerünket kapták-e? Az baj, mert ő azért hasznos tagja a csapatnak. Ja, ez már eleve be se tudott menni, jó, ügyes. Ja, mert ezek közben fejleszgetnek valamit, ugye egy G-t, ez valamilyen teleportáló technika, tehát mi is ugye tudnánk olyan, hogyha mondjuk a rakétarendszert csináltam volna az alsót, ilyen rakétákhoz kötődő dolgot, akkor tudnék így repkedni a világba. Itt viszont valami történt, elkapták azt is. Azt is elkapták. Hát ez remek. Na hát akkor most már ez itt röpköd össze-vissza, mert mindenhol lebukik, ezeket elkapták. Jó, hát akkor szerintem ennyi volt. Na mindegy, ennyi a Sigma. Egyébként nem rossz, tehát ha nem ilyen bénán csinálom, akkor érdekes. Ja, és akkor most kéne meghatározni, hogy miért is játszunk. Egyébként ez is érdekes, mert hogy lehetne olyan, hogy elhozzuk a világbékét, hogyha mondjuk szépség királynő választás lenne, akkor lehetne az is a cél, de nem az a cél. Vagy az, hogy mi vagyunk a legerősebbek, vagy elkerüljük a legrosszabbat. A múltkor ugye mit is van? Ezt választottam múltkor. Nyilván legyünk mi a legerősebbek. És akkor ugye attól függ az országnak, ugye az Amerikának ez tetszik. Tehát itt a jók vagyunk nála hirtelen, 15%-a jobbak. Viszont a végzett órája ugrott egyet. Egy perccel fogyatkoztunk. Na minden, és akkor így lehet, de hát állatira le vagyok maradva tulajdonképpen. Mert hogyha most még el is evickélnék, de hát nem evickélek kell, mert a munkai játéknál úgy volt, hogy legalább 5 tudósom volt. És bőven meg volt a 15 pont eddigre, és már ezt nyitogattuk.
Ez meg csak akkor van, hogyha nagyon jól áll az ember, mert ugye mondom, öt terület tudósa kell, mert ha nem olyan kutatja, aki nem ért hozzá, vagy nem önként hoztuk oda, akkor kap mindenféle mínuszt, és onnan esélytelenek vagyunk. Úgyhogy ennyi a Six Sigma, de jó pofa, mert vagy nem Six Sigma, a Sigma teória, tehát jó pofa, mert ugye több ember van, ugye a szövegek miatt a belejés faktor elég nagy, változatos, mert ugye mindig más ügynököket nyitogathatunk ki. Ugye minden játéknak kinyílik egy újabb ember. Most egyben az elején nem csináltam jól, mert ugye nem tudtam betoborozni azt, aki hasznos lehet. És ugye ezeket, ha meg felfednénk, hogy kik ők, akkor ugye bővülne az a lista, aki az elején van. Akiből válogatunk. Úgyhogy ennyi. Szóval komplex a dolog, nagyon komplex a játék. És ugye ez a feleség faktor, ez meg, vagy mennyasszony faktor, ez meg vadítja még, mert ugye ő behoz egy ilyen random tényezőt, mert elrabolják, vagy segít. Útkori játék az volt, hogy Japánban volt, akkor elfogták, megzsaroltak vele, hogy adjak tudományos kutatási pontot, vagy nem tudom, nem engedik ki. Vagy elkezdik ki vallatni, mert vallatni is lehet ellenséges ügynököket. Na most akkor visszavettem, akkor visszahoztam, szóval lehet kombinálni össze-vissza. De ugye itt is vannak olyanok, hogy mennyire bízik meg bennünk, mert hát ugye minél önzetlenebbül mellettünk áll, ugye mondom, annál hasznosabb. És ugye azért fontos, hogy milyen nemzetiségű, azért más nemzetiségű, mert ugye ő abba az irányba vadhat. Tehát most például a kínaiakat környékezheti, hogyha úgy alul. Na, tehát ez a Sigma. Na, én elköszönök szerintem mára, ezeket akartam megmutatni. Ma még sikerült is. Stream, vagyis a YouTube ma nem tréfált meg. Nem tudom egyébként miért van, hogy... Tehát valahova elstreameltem azt a dolgot, csak nem tudom hova. Tehát, hogy én láttam a visszajelzést, csak nem az én csatornámon jelent meg. Tehát nem értem, hogy ez milyen kulcs volt. Minden esetre most ez jó lett. Na jó éjszakát! Majd legközelebb valami mással jövök. Sziasztok!